Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggel! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. A Klassz FM-en. A tökéletes reggelhez izmos mobil internet is kell. Nyugi, a Morning Show a föld alól is előteremti neked. Felutazik a Jani a metró. Sőt, még Balázs és Feri is. Ugyanis október 5-én Magyarország legbevállalósabb reggeli rádió műsora lemegy a föld alá, és a 4-es metró vonalán teszteli a Vodafone 4G hálózatát. És most, hölgyeim és uraim! Öveket becsatolni, hangerőt feltekerni, elindul a show, amelyre az ország ébred. Jó reggel! Morning Show! A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. 6 óra után vagyunk 10 perccel, még egy kicsit mindenki készülődik, nyomkod, állít. Nem. Én legalábbis mindenképpen, muszáj minden belőlem, ha már nem érek ide időben, akkor muszáj egy kicsit még itt állítani, nyomkodni, hogy minden. Miért nem tanítod a minden úgy szóljon. Tessék? Nem, ő tudja, de nem mert hozzányúl. Mióta Balázs ülott, azóta Zsülnek nyughassa neved. Igen. Mi volt a trónok harcában? Bűzös. Ő a bűzös? Tényleg egyébként. Hát most, hogy mondod egyébként, kiköpött bűzös. Bűzös. Hát annyira kemény az a név, az én bűzös. Mindig hallom a trónok arcában, meglepődöm, de nem vagy az. Nem. Csak volt egy ilyen beceneve az egyik. Egyébként herélt, kasztrált. Így van. Felejtsd el, Zsül, te nem a Vasszigetek urának egyetlen fiú gyermeke vagy a trónjának az örökös. Bűzös vagy. Igen. Hogy mi volt az eredeti neve? Ki volt? Nem Joffrey, hanem... nem tudom, mi volt az eredeti. Igen, majd beugrik. Na mindegy, olyan jó részt láttam tegnap, olyan jó részt a trónok harcában. Várjál már! Újra megszerettem. Bűzös! Vissza helyedre! Bűzös, mit csinálsz? De ránézésre bűzös szegény. Nem, mosolít. Tegnap megharcolt Havas John a másokkal. Mégis csak elkezdted nézni. Nézem, végigszenvedem az utolsó évadot, és tegnap, megint nem hoztam benne rájvot. Arról a téledbe. Nincs éppen rájvot? Picit furcsa. Szóval tegnap megharcolt Havas John a másokkal. Az egy nagyon jó rész. Az egy zseniális rész. Végre mászik. Így hívják őket, hogy mások. Igen, és képzeld el, hogy az ötödik évadban 8 részen keresztül mindenki mondja, hogy jön a tél, olyan jó, jön a tél. Semmi nem történik. Semmi, rohadtul semmi. És végre a 9. részben volt egy olyan rész, amiért én nézem ezt a sorozatot. Jöttek a mások, akik elpusztíthatatlanok, és Havas John és csapata összecsapott vele. A mások voltak? Mások voltak és a vadak. A vadakkal. Na, hát az egy igazán jó kis rész volt, úgyhogy ezt néztem tegnap is. Tehát egészen feldobottam, hogy végre a trónok harc és tud még meglepetést okozni. Az óriás milyen? Az óriás zseniális. Az óriás az zseniális, tehát az belőlük már nincsen sok sajnos, de az egy is elég monumentális. Darab. Van egy óriás benne, aki tényleg óriás. Tehát tényleg hatalmas, és ráugranak a mások, és így szedi le a nyakáról, és az úgy harcol. És akkorátos mozdulatokra így megfogja őket, és így. És úgy harcol, hogy aki nem tetszik neki, arra rálép. Csak túl sokan vannak. Csak hát a mások nagyon sokan vannak, és akik mások lesznek, azok fölélednek. Szóval, hogy nem könnyű őket eltenni lábbal. Akkor lesz nagyon nagy baj, hogyha majd az óriás is más lesz. Igen, az óriás is más, ezt gondoltam rátok, nem? Theon Greyjoy, köszönjük Theon szépen. Greyjoy, köszönjük drága, szépen, hogy Isten van, király, vagy Theon Greyjoy. Jobban pörög az agyad reggel, mint amilyen, gyere be helyettem. Igen, ülj be ilyen egyediknek, szóval ő Theon Greyjoy, úgyhogy megnéztem tegnap, és már csak egy rész van. Hát az a baj, már elolvastam egy csomó spoilert, hogy mi történik Havas Johnnal, de nem lövöm el azoknak, akik még nem nézték. Így is megéri, úgyhogy még egy rész van. Nekem elmondhatod, ígérem, hogy nem fogok belenézni. Hát az veszélytéged nem fenyeget, de megfogadtam, hogy nem spoilerezek, úgyhogy jó, most van egy csomó film is a moziban, amit meg kéne nézni megint, úgyhogy mindig rájövök, hogy olyan elmaradásom, hogy már nincs kedvem pótolni. Megvan ez az érzés, hogy már annyi mindent nem láttál, hogy már azt mondom, hogy nagyon elengedem. Van egy új Robert De Niro film, amely tök zseniális, egy vígjáték, van egy a Szex az oka mindennek című zseniális amerikai vígjáték, az is nagyon jó. Most itt van már a Ridley Scott film, úgyhogy
Tele vagyunk teendővel. Hát majd, mikor már ezek megvannak a videótékában. Szépen letöltögetjük őket, igen. A legdurvább az az, amikor valaki mondjuk hosszú hónapokon, vagy akár éveken keresztül is ajánl egy sorozatot, és hozzá se nyúlsz. Tehát, hogy nem érdekel, picit úgy, én is úgy vagyok vele, mint ahogy szerintem nagyon sokan, hogy amit így nagyon-nagyon mondanak, hogy de nézd meg, mert iszonyatosan jó, és de tényleg hidd el, hogy a világ legjobb sorozata, azt nem akarod. Minél többen mondják, annál kevésbé akarod megnézni, mert valahogy én nem szeretem, hogy így erőltetnek rám dolgokat. Én megnézem, ha valaki mondja, hogy jó. De aztán belenézel, és akkor így, és amikor már lement már bőlön 4 évad, megnézel egyrészt, iszonyatosan rákattansz, és utána nem tudsz leállni róla, és csak nézed. Most nekem bejött ez a, valamelyik hallgatónk ajánlott, ez a Ray Donovan, ami szerintem azt hiszem egy HBO sorozat, de nem vagyok benne 100%-ig biztos, és 1 évadot megnéztem belőle, és szépen lassan épül az elején, és aztán beindul, és működik, igen, és rá lehet csattanni. Tehát jó kis, egy ilyen hollywoodi megoldó emberről szól, nagyon bejön ez a kategória, hogy hát ugye a sztároknak mindenféle ügyes bajos dolgaik vannak, időnként becsúszik egy-egy okozott lány az ágyában, miközben otthon várják a gyerekek, meg családban, meg stb. És hát akkor ezek a lányok pénzt akarnak, vagy esetleg nem csak pénzt akarnak, hanem megszerzik például az örökítő anyagodat. És elviszik szájt. És elviszik, igen, és aztán esetleg egy donoranyába beültetik, hogy neked legyen egy olyan gyereked, akiről nem is tudsz, és aztán később ezzel meg tudnak zsarolni. Na és itt ilyenkor jön elő Ray Donovan, aki megoldja a dolgot. Igen. Intézi. Igen. Vagy így, a tisztító, vagy a karító. Egy Ray Donovan mindig jó. Aha. Az mindig jó áznál, egy jó Ray Donovan. Ez és jó pofa, mert valószínűleg egyébként tényleg így történhet. Ha nem is ilyen direkt módon, de azért valószínűleg vannak ilyen, ma nevezzük őket menedzsereknek akkor, ilyen takarító emberek, akik így megoldják, hogy a sztárok ne kerüljenek fel a bulvárlapoknak a címlapjára ilyen-olyan esetekkel. Hogy mondjuk a full heterónak gondolt sztárról kiderül, hogy valójában inkább a transzexikre bukik, és hogy... Hány ilyen sztori saját szórakoztatásra még videókat itt is készül. Na meséljél csak! Most elkezdeném, és 9-ig tudnék olyan sztorikat igen, mesélni, hogy jó szájtátva, legyen 8. Szájtátva hallgatja. Akkor csak legyen 8. Szája, amiket én tudok. Nem, legyen 8-tól. Amiket én tudok. Rossz. Jó, mert ez 8-ig nem lehet, mert ja, még fiatal a gyerekek, jó, nem, az 8-tól tartana 10-ig, amiket én tudok RTL-esekről és TV2-esekről, azt kénytelen leszek a sírba vinni magammal, de hízd meg! Az nem lenne. Ne, a halálos ágyadon diktáld már le. Azt megcsinálom. Úgy csináld meg, hogy amikor meghalsz, akkor lehet kiadni a könyvet, és akkor a gyerekek viszont nagyon gazdagon fognak élni. Az tök jó. Hát a gyerekeimnek akkor nem lenne nyugodt élete szerintem. Hát miért, azt csak te tudtad most a gyerekedet, azért ne bántsak. Az igaz, a gyereket ne bántsak. És ráadásul úgy tudom, hogy nem is csak úgy, hogy hallottam, hogy ő mondta, hogy azt hallottam, hogy ott volt, hanem egészen meleg helyekről tudok egészen. Egészen durva dolgokat, hogy nem hinnétek el, hogy igaz. Hányan szűkölnek most ott? Annyira jó lenne. Azt gondoltak, hogy ne róla. Há, és sokkal rendes. Aztán figyelj ide, akkor hív föl őt, mert őt ismerem, és tudom, ott volt. És ő mondta, és ő nem, hogy hallotta valahonnan, hanem ott volt. Ott volt, és láttam. Annyira és jó valakiről lenne. Tudom, az is tudja, hogy jó. Látom már magam előtt a jövőt, látom, hogy a halálos ágyon fekszel, melletted ott van a famulusod, a nem tudom mi, hogy hívják, az önéletrajzíród, akármi a titkárod, a deákod, és akkor így diktálod, hogy... És akkor a kőműves dekoltázsába szórták azt a csíkkokót, hát akkor lépett be az ajtón a népszerű ismert színművész. Ennél hasonló, de ennél durvább, igen. Hát sajnos ezeket nem tudom elmondani. Hiába tudom, hogy igaz, ugye hát ez az hosszú vidék, az ember nem akar emiatt. Nem akar emiatt bíróságra jönni. Mi a helyzet az út? Akkor nem, én sztorikat akarok. Tudnék mesélni, de... jó idő, állítólag jó idő, hol? És jó tavasz, és őszies nap, nagyon szép idő lesz a héten már. 20 fok és 24 fok hétvégén, tényleg? Hát ez jól hangzik, gyerekek, ez jól hangzik. Nagyon. Egészen biztató, egészen jó. Hát figyeljetek, tegnap este kimentem egy picit mozogni, még este felé, amikor már így lefekszik a család nekem. Igen, gimnasztikáltam, tornáztam, ezt nagyon szereti. Nagyon szereti, egyébként igen. De az a baj, hogy a melegítő naci azért sokféle lehet, de azért igen, melegítő naci voltam. És neked még a katonaságtól elhozott van, nem? Persze, hát a műszálas, az ezer foltozott, tudod, a térde, így van, sajnos ugyanolyan anyagból már nem találtam, és azért anyám egyik régi műszálas otthonkájából vágtam két darab, és igen, abból van rajta, igen. És hát és közepén is ugye kikerékpároztam már az alját, és akkor nyilván oda is bevágtunk egy darabot, az egy falvédőből van egyébként, ha az ura szereti, jó, abban főzni, köszönöm, ez van ideig az ágyékomra. Na de mindegy, csak annyit akartam mondani, hogy
sapkát kellett húznom. Én nem. Tehát, most még fokozd ezt, hogy már eleve elég viccesen nézhet. Egy kis testtel, de még egy kis sapit. De egy ilyen horgolt sapi. Egy ilyen kis horgolt sapi. Nem egyszerűen a horgolt sapi, hanem a sejtőgérő bojtva. Bojta, tudod? Így van. És alul kell megkötni, így van. És ide van egy közepére író, hogy Janika. Igen, és ez, még az is oda van írva alá, elől, hátul. És jól tudom, hogy a hosszú ujjúba bele volt varva a kesztyűd. Tehát úgy mentél, hogy így szaladtál, Miért beszélsz múlt időben? Hát, mi az, hogy volt? Tegnap bele volt varva. Melejétük a drág köldökig, felhúz a póló betűrő, egy sapka, és oda varrott, oda van kesztyű. Jó, hát akkor csak az előttél. Akkor csak a szokásosból mentél edzeni, jó van. De hideg volt. Hideg volt. Csak ez egész, csak annyit szeretnénk mondani, hogy az a sapka már elkélt. És először nem akartam felmenni, mondom, nem vagyok hajlandó szeptember 29-én sapkát húzni, de kell. Ja, igen. Kell, este azért már csípős az idő, igen. Pont én is, amíg én fél tízkor, nem fél nyolckor, hogy kimentem az erkélyre, és eszembe jutott, hogy úristen, még 2 hónappal ezelőtt ilyenkor bringázol, jó idő van, fél nyolckor világos van, a gyerek még nem akar beérni a kertbe, most én kimentem, ott valamit behoztam, mert ugyan hideg volt, hogy így sansztalan, hogy hosszabb időt töltsél kint, hanem alsógatyában vagy. Hát igen. De nem sok, tudod, ezt szoktam mondani, nem sok, egy 8-9 hónap és újra jó idő van. Nem kell, szerencsétlen helyen vagyunk azért mi ebből a szempontból. Nem tud lenni ez a barátságos 26 fok hónapokon keresztül, az annyira jó. Szerintem nem? 20 is elég lenne. Ha most így beállna a 20-as, és akkor márciusig az van, nekem azért nem lenne bajom. Az úgy jó bajom. Lenne márciusig, de inkább azzal egyeznék, hogy ne legyen nagy kánikula, ne legyen nagyon hideg, hanem mindig ez a 25. Ja. Uh-huh. Az milyen jó lenne, és ez nagyon klasszik, masszív, nagyon napos 25 fok ez. Jó, de a tél meg a hó nélkül az nem. Hát... Az olyan illúzió romboló. De nincs hó, az a baj. Hó sincs. Most a legutóbb egy picinke azért volt, szerintem. Én emlékszem. Idén volt hó? Hát tavaly. December 20-án. Igen. Karácsony környéken volt valami. De igen, volt egy kevés. Nem volt fehér karácsony. Nem volt, dehogy nem. Volt. Dehogy is, nem. Tényleg? Semmi. Akkor hazudtam, és akkor mi van? Hát előfordult már a múltban is, a jelenben is, és a jövőben is előfordult. Na, holnaptól ugye elmondtuk nektek, hogy visszakapjátok az ismétlést, 6 óra elé is kaptok egy részletet, koránkelők, későn fekvők, figyelem, sok levelet kaptunk, mi ezeket figyeljük, és azt gondoljuk, hogy meg kellett lépni a dolgot, úgyhogy holnaptól kezdve ismétlés van reggel is 5:30 és 6 között. Csak hogy nem maradjatok nélkülünk. Ez az egyik. A másik, hogy jövő héten hétfő megyünk a 4-es metróba kalandozni. Hallottam most a spotot. Úgyhogy akinek van kedve velünk jönni, az megtalál bennünket. Lent leszünk 6 órától 10 óráig a 4-es metró vonalán, 10-12 perc a menetidő. Úgyhogy jövünk, megyünk, mint a mérgezett egér. Balra-jobbra. Ott leszünk egészen 10 óráig. Úgyhogy gyertek velünk, lesz egy csomó ajándékunk. Izgalmas játékok, értékes nyeremények. Így van, lesz nyereményünk, meg hát találkozhatok velünk. Jó sztorik. Kicsit metrózhatunk együtt, úgyhogy lent vagyunk a 4-es metróban. Jövő héten hétfőn. A végén ki kell szálljunk? Mert ugye a végállomáson nem kell kiszállni. Beáltolat. Hát ami addig az eleje volt, az a vége lesz, a vége meg az eleje. Ó, de kár, azt hittem, ilyen titkos alagúton átmegyünk. Hát jó lenne. Én imádom a titkos alagutakat. Nem kell, semmiféle kiszállás nem lesz. Bemész, átszáll. De hát sofőr sincs. Sofőr sincs. Semmi nincs. Mondjuk ez így önmagában. Igen. Még akár lehangoló is lehet, de hát ez a technikai fejlődés. Kijön az valahol a fényre, vagy jég föld alatt van? Föld alatt vagyunk végig? Basszus, az úgy szeretem, amikor a 3-as metrót kijön a fényre. Kőbánya Kispest előtt, az gyerekkoromban is annyira szerettem. De az semmi, hiszen a 2-esnek még megálló is van a fényben, a Pillangó utcánál, ugye? Mert ugye a 3-as metró az csak így kijön, aztán csókolom. Na. Jó van, megmutatjuk, mi történt velünk tegnap. Itt volt Ákos, és ilyen visszaülnek a vezetők a 4-es metróra. Hallják, hogy jövünk, és nem merik elengedni. Nem merik elengedni, tudják, hogy szétkapjuk a 4-es metrót. Szóval, itt volt velünk tegnap Ákos, hát ha valaki nem hallotta, megmutatjuk, hogy miről beszélgettünk velem. Ákos jó arc volt, hát szívtuk a vérét, mint mindig egyébként, amikor ő ide bejön, de bírja. Nagyon és bírja. Ezt tesz igazán szimpatikussá, hogy nem keveset kapott tegnap is. Ennek ellenére jól érezte magát, bírta, úgyhogy megmutatjuk, mi történt Ákossal, miről beszélgettünk vele. Már új dala is van, szerintem játszani is fogjuk. Még egyszer. Új dala is van. Ja, hogy még egyszer, azt mondja, mondjam el még egyszer. Hogy... ez a poén volt. Légy már még egyszer. Ez az új, de igen, még egyszer. Meghallgattuk, hát azt most nem fogjuk, viszont megmutatjuk, hogy miről beszélgettünk vele, aztán jövünk vissza. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Show. Fél hét lesz pontosan. Egy perc múlva szép reggelt kívánunk mindenkinek, lehet jelentkezni játékra. Jó, ha játszanátok, akkor írjatok, gyorsan nézzük az SMS-eket ki.
Mit írt nekünk kora reggel, Göt belterületén három lábúval mérik a Pest felé haladókat, Maci Laci üzente nekünk. Jani, ha szereted a titkos alagutakat, akkor ajánlom a Metro 2033 című könyvet. Köszönöm szépen. Közeleg a tél, tele van viszonyokkal, írja valaki. Köszönjük szépen. Bali, majd decemberben neked is kell sapka. Hajrá, Feri. Hát december végére már kötöttem magamnak, úgyhogy... Meg azt mondtuk egyébként, hogy a saját hajából csináltatunk neki parókát, tehát hogy igazából nem lesz szüksége. Az a másik. A Weaver Pines következő névada mikor várható? Kérdezi valaki. Abból én úgy tudom, hogy nem lesz, elkaszálták, az nem volt nagy siker, úgyhogy nincs belőle több, ne várjátok. Nem lesz több. De ha le. Mégis, akkor bocs, a forgalmazottól. Igen, ha mégis, akkor bocs, igen. Győrben a Jereváni út sarkán baleset, teljes útzár. Kukori küldte nekünk, M35-31-es kilométer Budapest felé. Trafipax, Kornél, és nagyjából tulajdonképpen ezek a legfontosabbak. Jól van, na, drágáink, akkor tessék SMS-eket küldeni. Jó, ha valaki játszana velünk, hogy állunk? 2-0. Nagyon 2-0-ra jó. 2-0-ra megyünk? Hát akkor ma beütjük az utolsó szöget, jó? Úgyhogy lehet jelentkezni játékra, ha kihívnátok bennünket játszani, mi pedig jövünk. Ákos, ide jutem. Tíz perc van pontosan, 7 óra. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Óbuda, Szépfővidi út, Lajos utca, kereszteződés, újra járható. Trenke küldte nekünk, ezek szerint akkor nem volt járható. Göttbelt területén három lábúval mérik a Pest felé haladókat. Köszönjük szépen. Na! M6-os. Oké, M5-ös Szeged felé 40-41-es kilométer között van egy gyalogos. Ezt Ákos küldte nekünk. Jól van, na megnézzük ki a játékosunk, jó? A 7 harmadik játékát kezdjük. Ha meg lenne az egerem. Sosincs meg semmi, gyerekek. Megtaláljuk! A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondolt meg a választ. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Hello! Marika vagyok. Marika, hello Marika. Honnan hívtál minket, Marika? Budapestről. Minden nap hallgatlak benneteket. Tényleg? Igen. De arra jó, vigyázok majd, hogy ezt ki nem mondjam. Most még nyugodtan? Jó. Na, most még nyugodtan. Mit csinálsz, Marika, otthon vagy, nyugdíjas vagy, még dolgozol? Igen. Nem, nyugdíjas vagyok, unokázok, háztartás vezetés unokázol. Az jó, hát az klassz, minden nem? Minden korán kelek, 5 órakor lányomat útnak indítom, az kutyát sétáltatok, utána az unokámat viszem az óvodába. A pihenős nyugdíjas évek. Látod, 5-kor kell kelni nyugdíjasként. Igen, ez minden nap így van. Komoly. Az jó, de hogy a lányodat útnak indított, nem tud elindulni? Vagy hát ő azért már nagy lány. Jaj, dehogy nem. Reggeli készítés van. Még beszélünk egy párat, és akkor utána elmegy dolgozni. Aha. Ja, értem. Arany élete van azért, hogy fölkelsz hozzá. Igen, minden nap. Igen. De anya már 50 éves vagyok. Igen, nem baj, kis lányom. Reggelimet. Jó van, Marika drága, hát kivel szeretné játszani, mondd meg nekem. Balázsral szeretnék játszani. Ah, igen? Remek választás. Persze. Miért engem választottál? Mert voltam a nyáron kint megnézni benneteket, és nagyon tetszett az előadás, amit adtatok. Ja, valamelyik településed ott voltál? Igen. Igen? Hát azt akarod gondolni, hogy és nagyon tetszettél, Balázs, marhára bejössz nekem. Hát, most nem azért, hanem nagyon szimpatikusak vagytok mind a hárman. Köszönöm. Köszönöm. Ez még valamikor május lehetett, mert akkor voltunk utoljára, szerintem. Ez a kitelepülésünk a budapesti állomása. Igen. Így zártuk a rócsót. Igen. Na jó van, Marika. Hát akkor essünk egymásnak már, ne úgy, ha érted, mire gondolom. Értem, jaj, természetes. Ja, mindig for körületetek a levegő. Mehetünk? 3-2-1! Fire. Na, itt vagyok, Marika. Kérdezzél, ha lehet, jó? És akkor válaszolok. Jó, kérdezek én. Mi az, amit jól csinálsz? Mert a nagymamák mindig jól sütnek, főznek. Persze, természetes. Az én nagymamám is nagyon jól sütött. Kedvenc ételeiket csinálom meg. Miket csinálsz? Mesélj nekem. Úgyis éhes vagyok. Almás
pitét sütök, levest, húslevest készítek, sült húst. Hát akkor te egy ilyen igazi klasszik nagymama vagy, aki süt, főz, készül, persze, hétvégén több fogás. Természetesen. És az unokák mit szeretnek? Krumplipürét, rántott húsit. De jól hangzik. Hát ezek a klasszik. Klasszik menü. Igen. Pedig annyira nem akartalak gyötörni. Igen, éreztem. Tehát annyira humánusra játszottam, hogy nem mondj ki semmit, nem kérdezek rá semmire. Nagyon. Nem akarlak csőbe húzni. Tehát, hogy így mindent megtettem. Mindent megtettem, hogy nyerje, mert nem volt. Még egy igazán beugratos kérdésem sem volt, csak így finoman el akartam veled beszélgetni. Nyerd meg az ajándékcsomagot. Majd legközelebb. Aj, Marika, legközelebb. Mekkorák az unokám? Most játszottam az unokám, 6 éves kisfiú és 2 kislány van, 12 és 6 éves. És mit akartál mondani, hogy most játszottál? Most játszottam először. Most játszottál. Nagyon izgultam. Izgultál. Na, de arra is vagy. Nagyon. Nagyon. És nagyon köszönöm a játékot. Hát ne viccelj. Hát mi köszönjük, hogy hogy játszhatunk. Minek örültél volna a legjobban egyébként? Magának a játéknak, vagy az ajándékcsomagnak? Vagy csak úgy jelentkeztél, hogy játszunk? Játéknak. A játéknak. Igen. Nem baj, mi köszönjük neked, hogy megismerhettük kíméletes Balázst. Ilyen vagy nem volt ilyen játékban. Ilyen, annyira finoman kérdezni, mint a tojásokon járnék konkrétan. Tehát, hogy nagyon, annyira jó szolgálati nagykövet volt most ő. Egyébként soha. Nagyon vigyáztam. Nagyon jó volt. Unokáknak megígérted, hogy nyersz ajándékcsomagot? Nem. Megpróbáltam, mondom, hát ha sikerül, de kimondtam. Semmi gond. Jól van. Ez egy játék. Hát ez egy játék. Adjunk Marikának azért egyet. Vagy csak egy bögrét, vagy valamit, nem? Dehogy adjunk, elvesztettem. Nem, hát tényleg. Hát mi van veled? Olyan cuki, valamit? Ha egyet választhatnál, mit választhatnál az ajándékcsomagból, hogy mit választanál? Bögrét választ. Van benne bögre, van benne sapka, van benne nyakbaakasztó. Sapkát. Sapka. Na. Igen, a kisfiúnak. Na, küldünk azt, hogy magadra gondolsz. Na, az unokádnak akkor legalább egy sapkát. Ez egy nagyon klassz kis baseball sapka, még nem álltunk át a tériszetre. Úgyhogy egy biztos fog örülni neki. Hát reméljük, egy kis fekete, kis szép kis morning show-s klassz FM-es baseball sapkát hadd küldjünk neki, jó? Nagyon szépen megköszönöm. Megérdemli, te is, meg ő is. Jó, puszilunk. Köszönöm, puszilunk. Köszönjük, hogy nem ilyen helyes volt. Nagyon helyes volt. Helyes volt. Tényleg mindent megtettem. Tehát ennyire. Simogattad szinte a kérdését. Mondani akartam, hogy ne mondjon ki semmit. Ilyen Robika, hogy a Balázs nem Mészáros. És tényleg, amit ígérte, azt mondta, 45 másodpercnél kinyírja, és a ugyis. Közben ezt utavettem. Aranyos volt, meg nagyon helyes volt. 4 perc a Pontosan, 7 óra várunk friss közlekedés híreket. Kinek hogy indult a reggele, küldjétek el, mi pedig jövünk a hírek után. Nem tűntünk ám el, itt vagyunk, 7 óra múlt, pontosan 9 perccel. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, szerda van, hát igen, ez egy nehéz nap. Ugye még messze a hétvége, de már messze a hétvége. És... hogy is? Hát, hogy még messze van a most következő, ja, de már messze van. Már messze, még messze. Ez is jó, hogy itt intek neki, hogy adja be a mikrofont, és én sóhajtva... még ez is. Oda is kell nyomnom, hogy ezt is beadjam, ezt is megnyomom. És miért nyomaszt? Jó lenne ott magatoknak egy gomb, egy beszállogom, kiszállogom, nem? Milyen jó lenne. És akkor tudod, beszállsz, kiszállsz, kihölsz, kiszállsz. Milyen nekünk kis pult? Egy kis pult. Egy kis mini pult. Hát, 4 gombbal. Van, ahol van köhögő gomb. Van. Soha nem használtuk, mutatós vannak egyébként, bizony, de semmire. És az a baj, hogy nem köhögök. Még mennyi minden technikai csoda van a világban. Van egy csomó. Behalacott? Abszolút. Dehogy, próbáld meg még egyszer. Biztos működik. Ne, hát ez már ki van kötve, hát az már sem persze. Hát akkor miért nem viszél az ürögyet? De lehet, hogy nem a tiédhez van, hanem ahhoz. Igen? Aha, szerintem az az Ákosé. Majd hírek közben próbált ki. Most már tényleg leszokom a köhögésemet. Jó. Amennyi por ebből felszáll. Mondja a híreket, akkor igen? Nyom be. Simán. Kipróbálom. Egyébként a szerda ebből a szempontból tényleg nehezebb. Ilyenkor nehezebb én is kevésbé vagyok türelmes.
reggel megint az történt, ami egyébként megtörtént, de 10 milliószor, szóval nem is tudom, hogy minek mondom el, de olyan, tehát ugye megszokhatatlan azért, bizonyos szempontból, meg az ilyen nehéz megint napokon, meg pláne. Nem, félrelögtek a pékség, nem? Ne, igen, nem, az a szezám magas, az enyém, én is azt akartam kérni. És arrébb löktek. Én voltam itt először. Csak a szokásos, megint beálltak eléd a pékségnél, és azt mondták, hogy kisfiú, hol van az anyukád. Én akkor mindig azt kívánom, hogy ez lenne a legnagyobb örömünk az életben, de nem is ezt akartam mondani, hanem ez a beszállás-kiszállás. Én ezt nem tudom megszokni tényleg, hogy tényleg, amikor leszállnék a metról sok száz sortársammal együtt, akkor van még pár száz, aki beszállna, és hogy ők miért nem tudnak egy picit kijebb húzni, tényleg csak, hogy mi is le tudjunk szállni arról a nyomorult metróról. Siet. Nem csak a maga nevéről beszélek. Ennél a megállónál rád néztek, és tudták, hogy ott nincs iskola, és akkor mondták, hogy te miért akarsz leszállni? Ja, hogy nincs iskola. Ja, tényleg. A klinikák. Is marad, mondták, hogy ez a klinikák. Ez a klinikák, itt nincs iskola. Hát itt miért akarnál leszállni? Kisfiú, neked a Nagyvárad téren kell leszállni. Hiszen ott van az óvónőképző. Ott vannak a gimnáziumok, és ott van mindenféle ez a középiskola. Miért akarnál a klinikák leszállni? Egy jó kis múzeum. Jó kis múzeum. Mondjatok, ami jó programot hétvégére a gyerekkel, tessék. Kiránduljatok, bringázatok, jó idő lesz. Hát azért mondom, hogy valami jót akarok csinálni. De tényleg, valami jót, de nagyon jó. Valami igazán jót akarok csinálni. Jó, a kirándulás, bringázás az megvan, csak hogy valami fix, amit elmenni, megnézni, aha, a kiállítás. Mit tudom én, volt igen, az a Mini City, tudod, ahol ilyen kicsi. Mi van? Kicsi az volt minden, semmi. Az abom. Semmi kicsit kezdek megfulladni. Az még van, még van, mindig van, mindig van. Megvan. Bármi jó, csak annyira ötlettelen vagyok, ez olyan, mint a háziasszonyoknak a főzés. De tényleg, a háziasszonyoknak nem a főzéssel van a baj, hanem hogy valaki mondja meg, hogy mit főzön, és akkor szívesen megcsinálj. Kitalálni sokkal nehezebb, mint megcsinálni. Na ugyanígy vagyok a programokkal, hogy mindig van kedvük egy csomó elemeni. Nagyon jó a dumát, de egy tollal kevergeted a kávédat. Valaki, adjon már neki egy kanalat. Ami nem baj, csak nem érdem, hogy most melyik a furából, a toll vagy a kávé, mert hogy nekem abszolút összeillik, tudnád, hogy te asztalodról vettem el? Ja. Igazából. Nem. Hát nincs kanalam. És tudnád, hogy a kanaloddal mit csinált az előbb. És tudnád, hogy a fogkefét hol járt az előbb. És hogy szúrtak a kis sörtéje, amikor nem voltál bent az irodában. Végeztem egy belső takarítást a fogkefénnel. Na, spolya. Nem is gondoltam volna, hogy van nasfolyás fokrém. Egy kicsit, ha teheted, ma több fokrémet nyomjál rá délben, mikor végzünk az adásra, vagy 10-kor, jó? Már egy picit áttakarítottam magam a fokrémet, úgyhogy... Ezért nevettetek annyira, amikor én is nevettem az előbb. De mit, ami például ilyenre gondolok, hogy szarvasbőgés van, és akkor el lehet menni szombat este, nyílt napot tart a szarvasbőgők baráti társasága. Igen, a dobogókői szarvasbőgők megfigyelők, aha, egyesülete, oda tipegek a Benivel 10-re. Ez nagyon jó. Éjjel kettőig hallgatjuk a szarvas bőgés. Tehát arra gondolok, hogy... Miért nem tudtok aludni? Tök jó, ilyen éjszakai program. Mert most ugye, hogy bőgnek a szarvasok. Madár megfigyelés lesz. Madár megfigyelés. Az most már van. Az nagyon de jó. Szerintem még a szarvasbőgés is tart. A szarvasbőgés is tart még, igen. A szarvasbőgés is tart még, hogy nem? De mondjuk dámszarvas barcogásra is elmennél? Bra, persze. Vagy fajkakas dűrögés? fajkakas dűrögés, dámszarvas barcogás, bármire elmegyek. Hallod, Benny? Hallod, hogy dűrög? Most ez a fajtkakas. Istenem, apa, olyan jól nyelvhoztál. És majd erre fog majd meg. Már érzed, hogy hogy történik ott, ez a dolog. Ott álltok, ott hogy hívják. Állunk ott a hidegben. Szalmába kivélet gumicsizma. Nagyon ideg. Apa, nagyon fázom. Ne aggódj. Hallgassak. Már csak 10 kilométert kell sétálni, és jönnek a szarvasok. Hallgassak. Ja, ez nem csak a helyi személy. Vagy, hopp, most, te vagy. Igen, ez a fogoly. Ez a fogoly. Nem mehetünk haza. Fogoly. Foglyok is van. Hát Istenem. Mondaná valaki. Istenem, miért nem eresztik el őket? Istenem, nem akarok foglyokkal találkozni. Van egy csomó szarvasbőgés túra. Na! Mindnek a múlt héten volt vége. Tényleg? 26-án. Te én nem tudom, ezek hogy rohadna meg az összes 27-én ezek abba hagyják. Ezek ránéznek a naptár, és azt mondják, eljjj, bőgni van kedvem, de 27-e van, így már nem bőghetek. Vége van a bőgésnek? Ezek 28-án nincs egy rohadt szarvas az országban, aki bőgne, és ha eltom, mint a gyerekem. Most ébredt meg. Hát nincs. Nincsenek késő szarvasok, csúszó szarvasok. Van egy csomó bőgőnéző, hallgató program, mindnek vége. Jó, de az a nem ismerő szarvasok.
tényleg. Senki, senki. Hallod, a vonos múzeumban van bőgőnéző. Hallod, de olyan, tehát ezt nem lehet megbeszélni egy-két vadásszal, amit én a Gemenci erdő környéken, vagy akárhol, hogy egy kicsit bebúgassanak még egy-két szarvast, hogy kijöjjenek. Én bebúgatom, tehát arról van szó, én 10-kor mondom az anyjának, fogja meg a gyerek kezét, megfogja, elmegy, kicsit fölingerlem a szarvas, bebúgatom, járkálok neki négy kézzel, felrakok egy agancsot, kicsit riszálom a fenekem, várj mindenki megteszek, csak hogy a gyerek halljon szarvasbőgés. Aztán oda visszamegyek a családhoz, és meghallgatjuk együtt, hogy apa egy kicsit előjátszotta a szarvast. Tehát én bármiben benne vagyok. Felizgatom én azt a szarvast. Ugye azért bőg, mert bebőgi a nőstény, vagy elzavarja a többi hímet. Hogy mit csinálom, miért bőg a szarvast? Hát nem, hát jelez azért, jelez, hogy éppen ő most ő a rangidős. Így van. Ugye? Tehát behívja a többit, és akkor ott megy a párbaj, meg levívják egymással. Jelzi a nőstényeknek, hogy ő kész, vagy lehet jönni. Na, hát felveszek én egy agancsot, ezen nem múlik. Előre szaladok, tudod utánozni. Előre szaladok, de mi van, hogyha oda megy tényleg egy-két ilyen páras tekintetű nőstény, és felajánlja a farát? Hát, akkor meg kell tenni, amit meg kell tenni. Hát, akkor érted. Az nem számít megcsalásnak. És néz hátra rá, de ilyen kis áprántos tekintettel. Ennyi azért legyen megengedve egy házasságban. Nem. Oda megy hozzád. Legalább ennyi férjen bele, érted? Ki az? Mi az? Kinyalt bele a fülembe? Sose érzett még olyan gyengétséget, amilyen érdekes. Sose érzett még olyan gyengétséget. Na jó van, mindegy, jöttek már programok, drágák vagytok, köszönjük szépen, tényleg van egy-két jó. De igazán izgalmas van köztük? Hát szarvasbőgés. Na, van egy csomó. Van egy csomó. Szalonkaparítjázás, vagy ilyesmi? Van, igen, söréttel lövés, vattyúkra. Menj rá, söréttel van vattyúkra. Esztergom környékén. Kapd el a vattyúk, vagy söré. Így van. Nagyon tetszik ez az alternatív program, nagyon jó. Nagyon jó. Dobd a kopasznyakú nyakára a patkót. Minden népi játék. Vezes áramot a tóba, rázd meg te is a pontyot. Így van. Zörges meg Kati néni redőnyét hajnal háromkor. Én szeretem ezeket a programokat. De komolyan mondom, hát ezek a szarvasok tényleg, szóval, hogy ezek mennyire elcseszett szarvas pikáink vannak, nem? Hogy ezek már 26-án vagy 27-én nem bőgnek. Lebőgték, megbőgték, aztán vége van. Na, tudom, hogy benneteket is nagyon érdekel, és abszolút lázban tart, és tudom, hogy mióta ez a hír megszületett, azóta ti is ugyanúgy, mint én, folyamatosan tanulmányozzátok a különböző tudományos oldalakat, és érdeklődtök, hogy viccelsz, hogy mi a fenét találtak ezzel most a Marson. Ezzel. Ja, erről van szó. Hogy mi a fenét találtak most a Marson, és miért fontos ez nekünk, és látom rajtatok, hogy amikor én erről elkezdek itt nektek beszélni megszólások között, vagy 10 óra után, akkor egész unott arccal összeborultok, elmentek, igen, és magamra hagytok, miközben én még mindig szónoklatokat vezénylek arról, hogy mennyire mérföldkő, és mennyire fontos ez, amit most találtak a Marson. Semmi. Itt egyáltalán nem érdekel. Nem érdekel, mert már tegnap elmondtad, amit kicsit el akartál fájt. Hosszasan, akkor se érdekelt bennünket. Ha ez most visszatérsz rá, akkor ugyanezt tudjuk mondani. Szeretnék fölhívni egy szakértőt, hogy elmondja nekünk. Akkor legalább lesz te kette, gyere felé, menj. Adjumáljanak, hogy miért ennyire fontos ez, hogy vizet találtak a Marson? Semennyire nem fontos. A Mars rohadt messze van. Nem tudsz oda elmenni. Milyen messze van a Mars? Nagyon messze. Nem tudsz oda elmenni, és vissza se tudsz jönni. Pontosan az információ. Messzebb van, mint a Hold. És a Holdon is mikor volt utoljára ember? 2.25-2.30. Mikor volt az utolsó Holdra szállás? Nagyon régen. Nagyon régen. Nagyon régen. Most egy kicsit összezavarodtam. Úgyhogy pedig érdekel a téma, de még a Holdra sem megyünk el. Hogy a Holdra sem megyünk el, pedig az közel van. Oda is nagyon régen mentünk el. A Mars, ami nagyon messze van, érted? Oda meg bőszen nem megyünk el. Akkor mi a franc ez a vizezés? Bizony. Na, most meg. Most megfogod mi? Megfogtatok, a kutyafátokat, hallod, de jók vagytok, de most már reggel. Most a kutyafáját, hát túl jók vagytok nekem, túl megzabáltatok. Ezzel a Hold, Mars, távolság, ennyi. Analógia és Bartra szárás, Holdra szárás, a kutyafáját már az a baj, hogy ezekkel a pontos, precíz információk, amit például a nagyon régen, nagyon messze nem tudsz mit kezdeni. Mert látszik, hogy a Feri felkészül. Igen. Nagyon régen nagyon történt, régen és nagyon messze van. És a másik meg nagyon messze van. Na most ezzel értem. Érted, a Hold közel van, nagyon, ahhoz képest, hogy a Mars mennyire nagyon messze van, és oda se tudunk elmenni. Ez a csávó egy nagyon testre régen. Töltött System International. El tudunk menni, hát kb. 230 millió kilométerről beszélünk. Hát azért ez előbb-utóbb legyőzhető. Előbb-utóbb legyőzhető. Igen. Lesz. El tudunk menni. A nagy kérdés szerintem az, hogy volt ott valami, ami már nincs ott, vagy lesz majd ott valami, ami még most nincs ott? Nagyon jó kérdés. Ugye? Hogy? Tehát, hogy nincs ott. Volt-e ott valami, ami már nincs ott? Szerintem igen. Igen? Szerintem most, tehát, hogy a nincs, a hűlt hely arra utal, hogy ott korábban volt valami.
mi van, ha ott volt valamikor valami földszerű időjárási körülmény és klíma, és ott laktunk, akkor... aztán jött valami eltelt pár százezer év, és mára ez abszolút kihetetlen lett, eltűnt a légkör, vagy kevesebb lett, és egész egyszer most tanulmányozunk egy olyan bolygót, ahonnan jöttünk, és oda akarunk visszamenni. Nem, vagy oda fogunk visszamenni? Várjál, átjöttünk oda, vagy átjöttünk ide onnan, és elfelejtettük, hogy jöttünk át. Hát hogy ne felejtettük volna el, persze. Hát még a saját földünkön is elfelejtünk egy csomó mindent, és még egy csomó rejtély van a saját elődeinkkel és a saját civilizációinkkal kicsit kapcsolatban. Kicsit megkapaszkodom, hogy van egy civilizáció a Marson, ami érzi a vesztét, de neki birtokában van az, hogy át tud költözni a földön. Igen. Átköltözik, majd elfelejti, hogy jött ide, ősközösséget alakít, ugye? De tételezzük fel, hogy kultúránkban is voltak sokkal fejlettebb, civilizáltabb társadalmak, csak nem tudom, mondjuk Lemúria, Atlantis elsüllyedt. És utána újra kellett indítani ezt az egészet, mert nem voltunk még érettek arra, hogy megtapasztaljuk azt, hogy milyen egy fejlettebb civilizációban élni. Ugye Atlantis is erről szól, kialakult az ego, kialakult az én, megtört az egység, fúgy, hogy van az egész elsője, majd újrakezdtük. Ki tudja, hányadik újrakezdésünk ez itt a Földön? Ki tudja, hogy nem volt egy újrakezdés, vagy egy elindulás mondjuk a Marson? És az a tudás nem öröklődött át, amit áthoztak annak idején az őseink a Marson. Simán elképzelhető. Picit átálltál, csak nem, mondom. Csak értem, hát azért értem, miért? Somának van egyetemi végzés, vagy főiskolai végzés? Nincs. Az apjának van? Igen. Tehát most ezzel nem akarom, nem azt akarom mondani, hogy gyerekünk hülyébbek lesznek. Miért? Lehetetlen az. Felejtődik el a tudás. Abszolút fantázia, hogy 100 év múlva, 150 év múlva itt van mellettünk egy másik bolygó, ahol a távolság leküzdhető lesz, és teljesen egyértelmű lesz, hogy jövünk-megyünk. Sima ügy. Jövünk-megyünk, ezt itt tönkretesszük, és tovább állunk. Víz hát van, azért, só van, már csak víz van, kell fölölni, meg élesztőt is, kenyér is van. Víz van, minimális légkör van, ami ugye pontosan ez a légkör köthette meg a vizet igazából. Aha. Ez is egy teória, hogy maga a légkör az, ami megkötötte a vizet. Mi már ezt mi nem fogjuk megélni, de baromi érdekes a dolog, hogy 50-100-150 év múlva teljesen ugyanis te felszállsz a 4-es metróra, a Mászdidon el is indul, vagy a 3-as metróra, felszállsz majd 150 év múlva. Nagyon szeretem az ilyen skifiket egyébként. Uh-huh. És aki megteheti, elmegy jobb életkörülmények közé, aki szegény, az például itt marad. Hát hány ilyen skifi van, ami erről szól? Hát mondjuk hogy a gazdagok és kiváltságosok jobb enélnek. Egyelőre mondjuk azért ott szerintem a lehetőségek korlátozottak. Hát most még nagyon. Az életszínvonal, és inkább lejjebb adnánk, mint feljebb. Hát most még nagyon, de 200-300 év, 400 év az űrkutatásban és a fejlődésben brutálisan sok, nem? Hát 500 évvel ezelőtt mi történt? De egy Kolumbusz nevű csávó három hajóval elindult, és azt hitte, hogy Indiába jutott el, aztán neki ment egy földrésznek. Az 500 év. 500 év alatt mennyi minden történt? Mostanihoz képest még gyorsabban fejlődik a technika 500 év múlva, hát el se tudjuk képzelni, hogy mi lesz. Nem? Hát van egy másik bolygó, elvileg, ami a kiutat jelenthet. Mondjuk a tempó nem gyors, mert ugye tudjuk, hogy 2020-ra fogják az első mintát áthozni. Hát nem gyors a tempó, persze, hát baromi messze van. És aztán kibontják, és Lajos, ez nem az. Hallod, nem-e? Basszus, visszaküldtetek egy túlós kaját. Nem hülyék dolgoznak a házában. Most mehetünk megint egy 40 év. Na, mindjárt felhívunk egy csillagászt, megkérdezzük, hogy mondja el nekünk, hogy alapjelvéve ez mit jelent. Nagyjából még egyelőre semmi. Így van. Találgatunk nyilván. De érdekes a dolog, hogy azért... Minimális légkör, kevés víz, kevés só, egyébként meg sok kő és sok homok. Megmondjam, hogy mit sikerült itt ezzel... Légy szíves. Őszintén, na most legyél tökös. Megmondom, hogy lecsúsztunk a Tutiról, Balázs. Lehet, hogy régen voltak itt óceánok, lehet, hogy régen volt nagyon sokak szépen, lehet, hogy régen lakható volt ez a bolygó. Picit erről a sztoriról lecsúsztunk. Aha. Nem lehet, hogy ez az eleje? Hogy van víz, meg só, ja. És ebből majd kinő, érted, egy új élet? Uh-huh. Tehát egy új föld. Ha? Aha. Nem? Ja, értem, tehát azt mondod, hogy... Te azt mondod, hogy a pusztulás már idáig eljutott, én azt mondom, hogy most kezd épülni. Aha, de jó. Lőjünk odafel egy magnót reggel, és elkezdni a saját karabic. A saját kultúránkról fogalmunk nincsen. Ha megnézed az inkákat, ha megnézed a Machu Picchut, ha megnézed azokat a brutális nagy tömböket, amiket mondanak, így úgy emelték, darut építettek, hogy építettek, nem tudják. Ha megnézed a Nazca vonalakat, tele vagyunk rejtélyekkel. Itt a Földön Nazca vonalakat se értik, és a mai napig nem tudják, hogy amikor még az ember nem tudott repülni, hogy a fenébe csinálta meg azokat a vonalakat úgy, hogyha felszállsz 200-300 méterre, akkor te látod fölülről, és ezek a vonalak jelentenek valamit. Nem nagyon értik. A Stonehenge, a húsvéti szigetek, a piramisok.
Van elmélet arról, hogy hogy emelték föl ezeket a baromi nagy köveket. Tudjuk? Senki nem tudja, hogy mértani pontosággal egyébként. Hát a húsvéti szigetek esetében tudjuk. A húsvéti szigetek esetében igen, ott már vannak megfejtések, de a piramisoknál mértani pontosság. Ezeket a köveket hogy emelték? Hogy miért az Orion csillagkép, és hogy tették ki, és merre áll? Találgatunk. Tehát tulajdonképpen a saját kultúráinkról sincsen semmiféle fogalmunk, vannak elméletek, nem? Hát igen, de pont ezért, hogy most még ott a Marsot is belehozod, az már annyira beláthatatlan. Olyan egy... messze van, érted? Ez csak egy nagy felfedezés. Bizonytalan a dolog. Igen, persze, bizonytalan. Zábori Balázs csillagász itt van velünk. Hello Balázs, jó reggelt! Szerbusztok, jó reggelt! Hello! Szia! Na, te csillagászként mit szóltál, amikor ezt meghallottad, hogy víz van a Marson? Ezt már lehetett sejteni? Igen, ezt már régóta sejtettük, meg mindenki nagyon régóta kereste a nyomait. Izgalmas mindenképpen a bejelentés, de azért természetesen ezt mindig fenntartásokkal is kell kezelni. Tehát tudományos szempontból, hogyha nézzük ezt a bejelentést, ez nem azt jelenti, hogy hatalmas óceán, folyók és nagy mennyiségű víz, és oda megyünk, és akkor pancsikolunk, hanem ez azt jelenti, hogy víz nyomaira, és szó szerint nyomaira bukkantunk. Tehát azért ez nagyon messze van attól a képtől, amit úgy néha hallunk, hogy akkor olyan sok víz lenne, hogy akkor oda megy az űrhajós, és akkor van miből inni, lesz ivóvíze, ez még egyáltalán nem biztos, hogy ez azt jelenti, hogy tényleg olyan mennyiségű víz és elérhető helyen is van. Uh-huh. Azért ezt mindenképp érdemes hozzátenni. Abban az esetben, hogyha nem találnak nagy mennyiségben vizet, amit tényleg lehet fogyasztani is egy kis átalakítás után, akkor gyakorlatilag az derül ki, hogy ez a bolygó számunkra lakhatatlan, nem? Mert hogy nem fogunk tudni oda szállítani vizet. Hát természetesen az egy komoly probléma, akkor nagyon nagy baj van az odautazással, az ott tartózkodással, de hogyha rövidebb ideig akarunk ott maradni, akkor azért olyan mennyiséget az űrhajó képes lehet odavinni magával, de feltehetőleg azért annyi víz van, csak az a kérdés, hogy hol? Nagyon úgy tűnik, hogy a felszín mélyebb rétegeiben rejtőzik, nagy rész fagyott állapotban, hiszen a Marson azt tudjuk, hogy a bolygó felszíni hőmérséklete az általában ilyen mínusz 120 fokig is lecsökkenhet, és csak nagyon rövid ideig tartanak azok a meleg periódusok, amikor ilyen 10-20 fokot elér, és olyankor láthatóak ezek a bizonyos vízfolyások, amit a NASA is felfedezett, tehát ilyen évszakos változást figyeltek meg az elmúlt időszakban, különös folyásokat, amik a meleg periódusokhoz voltak köthetők, és ebből kezdték feltételezni már régóta, hogy hát ez valami vízfolyás, ami a meleg hatására a talajban megbúvó, megfagyott, mélyebb rétegekben rejtőző vízrétegek felszínre kerülhetnek. Mit keres a NASA Marson egyébként? Tehát mit akar magától a Marstól bebizonyítani, hogy volt ott élet, és akkor azt megtudjuk, hogy oké, volt, és akkor mi lesz? Tulajdonképpen ez, igen, és utána a következő nagy kérdés, ami a NASA főkutatási kérdése ezen a téren, hogy annak az életnek lehet-e köze a földi élethez. Előfordulhatott-e az, hogy a Marson előbb volt élet, és a Marsról egy aszteroida, egy kiszakadt kődarab áthozta az életet a Földre. Mert hiszen azt tudjuk, hogy a mikrobák túlélnek egy ekkora űrutazást a világűrbe. Tehát azt szeretnénk, hogyha találunk marsi életet, akkor összehasonlítsuk a földi élettel, és megnézzük, hogy lehet-e bármi köze a kettőnek egymáshoz. Ez az igazán érdekes. Azt terve a NASA-nak, vagy nyilván ez egy távlati terv, hogy 50-100 év múlva családokat, kolóniákat telepíteni a Marsra, akár, és fajta alternatívát nyújtani a földi élethez képest? Tehát természetesen ez mindig azt a terítéken van azért az űrkutatásban, hogy milyen jó lenne egy ilyen bázis. Azért ezzel komoly problémák vannak, meg az egész Mars utazással is. Azért az, hogy a Mars felszínén csak úgy egy simán egy bázis létesítünk, ez nem lehetséges. Azért, mert a Marsnak nincs védő légköre, nincs védő mágneses mezeje, és olyan erős az űrből jövő sugárzás, hogy a felszínen halálos. Tehát nem lehet bázis létesíteni a felszínen. A Marson egyetlen egy lehetőség a Föld alatt marsi barlangokban élni. Ha hosszabb ideig ott akarunk élni, mert nem tudjuk a mai technológiával megvédeni magunkat. És hiába van víz, hiába csinálunk meleget, ha a sugárzás néhány hónap alatt megöl, akkor értelmetlen oda menni. Miért nem a Holdra mennek? Hogy miért nem a Holdat tanulmányozzák ennyire? Én azt gondolom az ember, hogy közelebb van, nincs Holdra szállás, most a kínaiak akarnak menni majd 2020 környékén, de hát az is alternatíva lehetne, vagy hát legalábbis mondjuk építeni egy Holdbázis, de mint a Holdra meg nem akarnának menni, vagy ez nem érdekelne őket annyira. Szerintem ez félig meddig politikai kérdés is, mondván, hogy a Holdat már elértük, ott már amerikaiak annyiszor voltak, hogy számukra ez már kérdés. Nem lehet érdekes, és nem lehet meggyőzni az amerikai szenátust arról, hogy hát most miért adjunk még több pénzt egy olyan holdküldetésre, amit már 15-ször megcsinált Amerika,
mi olyan érdekesebb. A Mars ellenben az megint presztízs kérdés lesz, mert hiszen ha bejelenteni Kína, hogy na ők két héten belül embert küldenek a Marsra, akkor biztos vagyok benne, hogy a NASA is, meg az oroszok is, meg mindenki egyből beállna a sorba, mert az megint egy presztízs kérdés, hogy ki lesz az első, aki odavisz embert a Marsra. Annak van esélye, hogy esetleg a NASA, hogy a kis mutyit összehoz a kínaiakkal, hogy fél, mondjátok már azt, hogy küldtök, és akkor mi is kapunk egy kis költségvetési pluszt, hallod? Akkor itt is beindulnak a dolgok, aztán felezünk. Érdekes elképzelés, de nem hinném, hogy a kínaiak az űrkutatást azt nagyon meg akarnák osztani, hogy egyáltalán csak az elképzeléseiket. Ők nem nagyon titkolják, hogy ők nagyon komolyan elindultak az emberes űrutazás irányába, és most lépésről lépésre haladnak, ugye nemrég küldtek rovert a Holdra, ami egészen szépen működött. Mit küldtek? Mit? Rovert? Egy ilyen rovert, igen. Volt egy rovert a Holdra. Küldenének? Hát mi más küldenének, mint? Rovert. Aha. Rovert. Angol. Rovert küldenek. Hát most Ők rendkívül komolyan veszik ezt az űrutazás kérdést, szeretnének azt, hogy a Holdat egy ilyen ugródeszkának felhasználni, tehát a saját technológiájukat, amit nagyon gyorsan fejlődik, ha úgy veszük, hogy a NASA az milyen nagy múlttal rendelkezik, a kínaiak meg úgy mondjuk az elmúlt 15 évben léptek be az űrkutatásba, igazán komolyan, és már most ott tartanak, hogy rover, már most ott tartanak, hogy emberes űrállomást készítgetnek, embert akarnak küldeni a Holdra, tehát azért ez egy elég gyors fejlődés, olyan tipikus kínai tempó. Hát ha csinálják, hát kérdés, akkor igen, már hogy csinálják igen, rendesen. Mennyire lesz igazi az a rover, az ember, meg meddig jutnak vele, azért ez egy nagy kérdés. Na jó, hát akkor tudjuk, hogy van víz, de akkor sokkal okosabbak azért nem vagyunk mondhatni, nem? Tulajdonképpen igen. Az biztos, hogy úgy tűnik, hogy sós víz van a Marson a felszín alatt. De hogy mennyi, hogy milyen mélyen van, az egy nagyon nagy kérdés, és akkor a NASA a következő lépésnek azt tekinti, hogy hamarosan küldeni akar egy még nagyobb marsjárót a felszínre, ami már buszméretű és hatalmas és nagyon erős, és azzal el akar menni ezekre a vidékekre, ahol ezek a folyások vannak, és ahol a vizet megtalálták, és akkor az ott konkrét kutatásokat tudna végezni, tényleg megnézve, hogy ott mi van. Mert ez lenne akkor a következő lépés. Hát igen, magában a sós vízben azért lehet élő lény, nem? Most nyilván nem halakra gondolok, igen. Meg igen, szörfőző hawaiiakra, hanem itt baktériumokra nyilván. Tehát ott már lehet valami. Mikrobák, igen, pontosan ez az, amit a NASA igazán szeretne látni, hogy elképzelhető. Ugye ez azért érdekes, mert pont attól a környezeti hatásoktól, amik életveszélyesek úgymond az életre, tehát a sugárzás, az aki a felszín alatt van, és ha a felszín alatt van a víz, akkor ott a mikrobák védve vannak a sugárzástól, védve vannak a felszíni, minden jellegű porviharoktól és egyéb behatásoktól, és ott előfordulhat, hogy vannak kis mikróba telepek ezekben a föld alatti vizekben. Az nem lehet, hogy oda megyünk és találkozunk valami olyan baktériummal, amit mi nem bírunk, és majd 50 év múlva egy szállítmánnyal elhozzuk? És kinyírjuk az egész földet. És megjelenik hát valami olyan élő organizmus, amit nem ismer az ember, nem tud ellene védekezni, nincs meg hozzá megfelelő immunrendszere, és azzal, hogy mi oda mentünk, kíváncsiskodtunk, behozunk valamit, amit nem akartunk. Sajnos ez is lehetséges, de jelenleg úgy tűnik, és a NASA azon aggódik jobban, hogy a fordítottja okoz nagyobb problémát is fejtörés. Na ez jellemző a NASA-ra. Hogy egy teljesen lakatlan bolygót attól fél, hogy mi megfertőzünk. Hát az hát, nagyon izgi, most elviszem a tenyeremen két bélflórát, és akkor az ott elszabadul. Hát most inkább összehoznak majd, és megölnek itt 8 milliárd ember. De tudósok rettegnek a NASA-nál, gondoljunk bele abba, hogy egy csomó űreszközt küldtek már a Marsra, és elég, ha csak rátüsszent az indítás előtt valaki, rákerül három baktérium, az űreszköz landol, ott van a három baktérium, és akkor honnan tudjuk, hogy az a baktérium, amit majd 50 év múlva felfedez ott egy űrhajós, annak van-e bármi köze ahhoz, amit mi oda küldtünk, és nehogy véletlenül ugyanazt a baktériumot fedezi fel, ami kicsit mutálódott a marsi körülményekhez. De most ez kibír egy ilyen utazást egy baktérium, ahol? Kibír. Ezt már sokszor bizonyították, hogy ezek a baktériumok egy ilyen hibernált állapotba kerülnek hosszú-hosszú időre, és ezért gondoljuk azt, hogy például üstökösökbe, belefagyott vízbe jöhetett az élet a Földre, ez is egy reális opció, mert a víz az ugye ott van, benne lehet a mikróba, és a mikróba képes hibernálódni, és évezredeken át abban a hibernált, lefagyott vízben el van. És akkor, mikor olyan körülmények közé ér, hogy kifagy a víz, újra megfelelő tápanyag van körülötte, akkor újra indulnak az életfunkciói. Erre képesek a mikróbák. A rohadék. A szemétládás. Tehát simán előfordul az, hogy valakit ráprüszköl egyet, aztán 40 év múlva visszahozzuk ugyanazt. Igen, mindenki törül neki. Igen. A NASA ismét szenzációs bejelentésre készül. Gonorrát találtak a Marson. Te voltál, Józsi? Hülye vagy? Mondtam, hogy mossál kezed.
Érdekes ez. Balázs, köszönjük szépen, ha van valami, úgyis csörgünk. Jó? Köszönjük szépen, Zábori Balázs csillagásszal beszélgettünk. Na, okosabbak lettünk. Legalább azt mondjuk, hogy ha a marsra megyünk, akkor sapkasár azért kötelező. Amit az neked meg úgyis kellik. Figyelj, nekem meg úgyis van, érted? Ha kabát van nálam, akkor kesztyű is van, hiszen bele van varva. Meg kell nézni a Ridley Scottnak ezt a Marsi című filmjét, ez kíváncsiak vagyunk, ez biztos jó. 7:30 pontosan 5 perccel, Óven bácsival játszunk, ha valaki játszani írjon SMS-t, mi pedig jövünk Ákos után. FM-en. 3:48 pontosan. Szép reggelt kívánom mindenkinek. Na, ez itt volt az igényes zene. Ez az volt. És milyen régen hallottuk már? Ezt hála Istennek, már nagyon szeretem az Ákos dalokat, de ugye ezt ne feledkezzünk meg arról, hogy ezt a dalt Magyarországra Sebestyén Balázs szabadította rá. Tehát ő volt az, aki ezt szeretnénk. Emlékszel? Ezen az albumon nagyon sok jó zene van. Vagy ennél jobb. Az meg hogy lehet? Egyértelmű siker mellé odállni mindig egy egyszerű dolog. Az a gyávák módszere. De divatot csinál. Az a kezdők módszere. De valamit elindítani úgy, hogy nem biztos a siker. Hogy azt csinálják azt, a ezt tudom, hogy siker, ezt tudom, hogy jól és százszor nem. Lejátszom. Nem, hát ez most gyerekek, ez bárki meg. Egy új ösvény tapostál ki ezzel. Gyakorlatilag érted, szembe mentél a trendekkel, te nem csináltál tesztet. Ha, azt csak nem ráérzett, mi? Csak valamit csak megérzett benne. A dalban van valami. Igen. Ízlelgetted legalább egy kicsit előtte? Vagy? Ezt először hallottam, és mondtam, hogy ez működik. Ez a dal működik, legalább annyian szeretik, mint amennyien utálják. Tehát ez egy ilyen... De már megszerettük. De sokan megszerették, igen. Én bírom ezt a dalt. Nem a szokványos. Kicsit eltér, kicsit más, kicsit kimozgat a komfortzónádból. Minden olyat bírok, ami kicsit így fölpofoz, és azt mondja, hogy már csak kivált egy reakciót. Már az is jó, hogy szerda reggel valamit érzel, és az úr is meg akar ölni valakit, annyira utálmas. Hú, de jó ez a dal. Kicsit megmozgatott. Nem? Átmozgatott, fölébresztett, vagy éppen megutáltottad, és veled megutáltad, és elkapcsoltál. Reméljük azok már vissza. Visszajöttek, ha elkapcsoltál. Olyankor, amikor így ráérzel egy dalra, akkor hogy próbaképpen így rámozogsz? Hogy érted? Tehát, hogy betáncolok egy kicsit? Igen, igen. Hogy belül nem láttad most? Nem láttad, hogy egy kicsit magyarítam. Ha jön rá a ritmus, és így fekszik rá, akkor azt mondod, hogy igen, ez az. Igen. Mert valahogy megszólal egy ilyen belső hang bennem, hogy ez az. Ez a dal, ez a dal, ez jó lesz. Ez a dal, ez jó lesz. A Pyrex-nél is azt mondtam, hogy ez a dal, ez elér majd valamit az Eurovízión, higgyetek el. És úgyis hangosan kirögtetik, aztán, hogy soha nem szabadna egy ilyen dalra indulni, és mondom, hogy ebben a dalban van valami. Ez a dal, ez valamiért működik. Nem tudom, hogy hányadik lett az Alex, de hosszú ideje a legjobb helyezést lett el. Igen. Azt mondja, hogy ne felejtjétek hamarosan óra átállítást Lagzi Lajcsival. Köszönjük szépen az SMS-t. Halljas kicsit. Most állítják a trafit a 37-es úton, az Alsó-Zsolcai Ipari Park lámpás kereszteződésében, a Miskolc felé haladókat mérik. TDI küldte nekünk. Táborfalva közelében egy kamion lefutott az M5-ös autópályáról, hamarosan ment és várható. Tomi küldte nekünk, köszönjük szépen. Valaki csak annyit ért, ha ez most mi? Hát de most... Imádom az ilyen esemeseket, szeretem a legjobban. Se a lájdesé, ha ez most mi? Ez vejtiszta őszinteség. Abszolút, igen. M5-ös 59-es kilométerénél gabonás szerelvény az árokban. Sehol senki egyelőre. Fú, ez a Lacsi dolog, ez azért kemény, mert már ilyen 200 millióról beszélnek. Halljátok ti is? 200 millióról van már szó. Azért ott valaki nagyon túltolta a szaunázást, nem? Úgy 200 millió jött össze azért a közüzemi számlából, azért az kemény. Amikor 10 éve megy, és mondjuk gáz, víz, villany, akkor azért ki tud jönni egyre nagyobb az összeg. Nyilván ez bulvárból értesülünk mi is, hát kérdés, hogy ennek mennyi valójában az alapja, de most már nem ez a 30 milliós tétel van. Te is szereted a forróvizes tusolást, de nem ennyire. Hát ennyire nem. Tehát ahhoz azért nagyon sokat kell. És mi lesz még a végén? Kell. Hát tényleg néhány millióról indult ilyen, ez 3-4 millió, igen, és utána már 100 millió most meg. Hát igen, ez ugye nem egy lakás, tehát azért ez egy lakópark volt, ott van mondjuk 50-100 lakás, hát azért az pörög. Plusz ugye a saját birtokot is most belevették, hogy állítólag ott is ugyanez volt, ahol ők éltek.
Na, játszunk, itt van a játékosunk, és Owen bácsival játszunk már is. Nem gond, ha nem vágod a pároloktató bináris nyelvét. De ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakok vidám szomszédai. Owen bácsi és Beru néni, a Párafarm csalogányai. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, jó Balázs Zoli. Hello, Zoli, honnan hívtál minket? Budapestről, Zuglóból egészen pontosan. Zuglóból, mit csinálsz, mivel foglalkozom? Hát, laboratóriumban dolgozok, mint asszisztens, úgyhogy épp majdnem készültem munkába, de éppen visszahívtak, hogy játékra tudok jelentkezni. Laboratóriumi asszisztens, mit vizsgáltok a laboratóriumban? Hát, én hivatalosan táplálékkiegészítők, vitaminok, ilyesmi. És nem hivatalosan? Hmm. Ja, azt, hát, de igen, erre vagytok bejelentve, és nem hivatalosan egy droglaboratórium. Majunk is előállítunk mindent, amit az éjszaka élet megkíván. Teljesen akreditált. Úgyhogy elég nívos, úgyhogy... És itt szimplán csak azt nézitek, hogy van egy az gyártó által megadott lista, hogy mik tartalmaznak, vagy miket tartalmaznak ezek az anyagok, illetve ezek van. A táplálékkiegészítésük, akkor ez stimmel-e. Így van, vagy úgy hívják, hogy vadalistás anyagok, és akkor azokat... Ja, aha, vadások. Igen. A vadások, hát ők a dopping ellenőrök, ugye? Így van. Csak mi ugye értelmi kiegészítőkbe mutatjuk ezeket. Aha. Na jól van. Oké, akkor nézzük, hogy hát mit csináló Ben bácsi Berulényi. Jó, először ezt. Rendben. Hát a szokásos kis szerdai gyermeksírás. Ja, bizony. A kis lukdó megint elvették a fénykardját. Igen. Na figyelj, ez egy... Nem mondok erről semmit, mert szerintem könnyű lesz. Rövid részlet jön, figyelj. Ja, no, tap, papa, ha mit réfi törpéle. Hupiké törpéké. Az bizony. Aj, de jó vagy. Ebből ezt így kitalál. Hogy? Magas hegyek mögött, hol a tenger, hupiké, ott matlaknak ők a törpiké. Ismered. Gyerek, nézi. Hatalmas fák között gombáz a falak. Ne, hallgassunk meg egy részt. Egy részt. Zoli, ügyes vagy, megvan az ajándékcsomag. Hát mondtam én, hogy könnyű lesz. Zoli, nem volt. Ezért sokkal nehezebbik is voltak. Igen, hát ennél csak nehezebbek vannak szinte. Neked van gyereked, Zoli? Nincsen, de nagyon szerettem hallgatni, vagy nézni. Mert akkor, hogy honnan megy a szöveg? Hát ez már gyerekkorunkban is ment. Ne csináljátok úgy, hogy mindenki nem tudott róla. Hát ez nem csak a mi gyerekeink meséje, ez már a mi gyerekkorunkban is nézt. Hétköznaponként ez német RTL-en is van, és fogott is nézni. Hogyne? Nem csodálja. TV2 RTL, Prizma. Tiltól is szeretnél, lyukadtál ki végül. Na most nektek tényleg semmi nem jó. Most mi bajunk van ezzel a hupikék, törpikék? Borzalmas volt. Jó, mert azért, mert már 6 éves. Az is igaz, mert ugye csak fiúk voltak, mert egyetlen egy lány van. Törpilla. Törpapa csinálta, de ő is. Nincs ez a baj. Egy lány, sok fiú. Nem rossz az. Elmegy rossz felállás az, hidd el. Se a fiúknak, se a lánynak. Én bírtam, én szerettem ezt a mesét. Törpapa átállított, azt mondom, hol helyzetbe került, úgyhogy. Tudta törpilla, hogy. Így van. Mit kell csinálni, ilyen, kinek kell hálásnak lenni. Ez van. Én bírtam. Jó van, Zoli, megvan az ajándékcsomag, ügyes vagy, küldjük szépen. Neked. Jó, köszi, hogy velünk játszottál. Hello. Meg végülis mindenki megtalálja a saját jellemét, nem? Érted, itt vagyok én, Duli Fuli, itt van Feri Okoska, itt van Törpolyán. Júj, de vártam, hogy kit osztasz oda. Törpolyát, azt abszolút. Jó, abszolút bevállaljuk. A Feri okoskája sokkal nagyobb bántás. Azt nem értem. Köszi. Gyorsan tovább dobtad, hogy rajtad rugózzunk. Azonnal persze. Azonnal nem tovább a gyomros. De miért csak egy csaj? Ja, persze, mert igen. Hogy miért? Gyere, mutatok filmeket. Igen. Mindjárt, hogy miért. Meg törpapa teremtett magának egy kis játékszert. Hát egy kicsi apró kis játékszert, igen. Na, jövünk a hírek után is, egy érdekes témánk lesz, mert hogy... Bódi Margó meglepő dolgot árult el nemrégiben a kapcsolatáról. Bölcsasszony ő, és elmondta, hogy hosszú-hosszú ideje él boldog házasságban Gusztival. És ami ebben az interjúban a leginkább érdekes volt, azt mondta, hogy egy nő akkor igazán okos, és akkor bölcs, ha szemet húny férje hűtlensége felett. Mert hogy a nőknek tudni kell megbocsátani, tudni kell néha nem oda pillantani, nem észrevenni dolgokat, engedni kicsit az urukat, hogy aztán éjszaka ugyanarra a bibére szálljanak vissza, napközben menjenek egy kicsit porozgatni, de este jöjjenek haza a jól megérdemelt pihenőjüket ugyanabba a házba eltölteni. Elmondta, hogy ő igen, ő bizony, hát
néha enged dolgokat. Ezek szerint Guszti félre kacsintott. Hát ez egy jó de kérdés. De csak nem tudom, este visszajött, hallod. Igen, de azt mondja, azért fontos, hogy egy család egyben maradjon, hogy egy nőnek nem szabad ezen balhézni, igenis, tudni kell megbocsátani, és hát szemet hunyni bizonyos dolgok felett. Ez is szerinte a jó házasság titka. Úgyhogy ezt beszéljük majd meg, és kíváncsiak vagyunk hallgatóink véleményére, hogy ki mit gondol erről a kijelentésről, volt-e már olyan elszólás, amikor is el kellett engedni, bukott-e már meg úgy a férjetek, drága hölgy hallgatóink, hogy azt mondtátok, jó, erről most nem veszek tudomást, egyáltalán működhet-e ez így ebben a formában, ez a nagy kérdés, hogy tudom, nem de csinálok belőle ügyet, nem mindig, ne tudjak róla, nem fáj, viszont a család együtt marad. Érdekes, sokan gondolkodnak így. Nem feltétlenül rossz gondolkodás. Nem. Sőt. Ugye? Csak nem működik az életben. Igen. Sajnos, minden nőnél. Ez nem működik. Mennyivel egyszerű világ lenne? Nem? Sokkal, de sokkal. Köszönjük szépen, hogy ezt hozzátettétek. Ja ne, a most kell, el is kezdjük mondszolat. Nem, nekem nem, 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 az semmi, a... nem kell. Abszolút, ja, elmondtad, amit mondtál. Vagy az fontos volt. Meg vagyunk, abszolút. 5 perc van pontosan 8 óra. Várunk friss közlekedési híreket, így van. Erről beszélgetünk majd. Ákos, híre jutam. 8 óra után vagyunk 8 perccel. Jó reggelt kívánom mindenkinek, itt vagyunk. 18. kerület, ne felejtsd, Csinódi sarok fotó. Egy jó kis rendőr autóból. Köszönjük szépen. Aztán egész nap a húpikék, törpivékeket dúdolhatom. Szerdapot. Attila küldte nekünk. Most kezdik a kamion műszaki mentését az M1-esen. Ezt Gábor írta nekünk. M3-as autópályán 60 és Budapest között. Balesetmentes, bevezető picit döcög. ITS Matthieu és Zsorzs küldte nekünk. Nagyon szépen köszönjük. Aztán azt nézem, hogy mi van még. Erzsébet hídon Pest felé szállító lerobbant a buszában. Ezt Banderas írta nekünk. Úgyhogy valószínű ott is. Ott is dugó lesz, és azt nézem, hogy még van-e valami, ami friss lehet. Nincs nagyon más. Egészen most nyugi van. Itt a jó idő, nincs front, úgyhogy kevés. Kevés a baleset. Ez most jött a Koppány utcában, azt mondja, hogy négyen várják a Gulbacsi útról balra bekanyarodókat. Az nem szép. Az valószínűleg nem lehet. Egy-egy, nem legyen lehet rendes felé. Harc, ne négy-egy. Hát az nem korrekt. Ugye? Négyen legyűrnek egyet. Hát igen, egy szájon szembe egyen. Nem? Az úgy mégiscsak egy jobb. Mégiscsak egy jobb arány. Budakeszin a szokásos borzalom, Bogáncsi küldte nekünk, szép napot nektek, srácok. És budai és a pesti alsó rakpart is, mint minden reggel, ma is nagyon lassú. Óbuda Szépvölgyi út, Lajos utca, kereszteződés, újra járható. Az jó. Lassan átadják a fonódó villamosokat, lassan visszakapjuk a Margit hídi feljárót, úgy néz ki, lehet a rakpartról felmenni a Margit híd alá. Lassan hát ezek jó hírek. Átadják a Várkert bazárt. Úgy, most hányat szor adják a Várkert Bazárt? Már nem tudom, mert nem, 5-6-7-8, nem tudjuk. Igen, ott megint csinálgatnak valamit, megsüllyedt állítólag. Az egy kicsit megsüllyedt, az kicsit ázik, ott mindig van valami. Fel, mindig esik le valami, de ezek garanciális javítások. De olyan szép, amikor az ember arra megy, fú, nagyon szép, nagyon az szép. Egész részagyasztot megcsinálták, és boltokkal a sétáló utcával. Nagyon, 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 nagyon szép lett. Van mögött egy park, ahol be lehet menni, értem, nem voltam szép. Voltatok? Gini? Nagyon, Gini? Igen, voltunk. Voltunk, amikor megnyitották, igen. Hülye kérdés, persze, hogy voltál. Mikor 72? Persze, hogy voltál. Ha igen. Vár és átadtál, és új vár, hát persze, hogy voltál. Volt az első, aki átsétáltál a gyeptéglán, megsimogattad a téglákat. Megnézted, hogy vannak-e még lövésnyomok a második világháborúból, és kicsit sajnáltad, hogy már eltüntették őket, hát persze. Most láttam ilyet egyébként, ha már feldobtad ezt a magas labdát, akkor elmondom, hogy a régi hadügynek az épületén meghagytak. Ugye ott az egyetlen megmaradt szintet, ez nem a háborúban sérült meg, hanem még talán a Rákosék bontatták vissza, mert nem szerették, hogy jól, hogy ott maradjon egy ilyen emlék a régmúltból, és az első szintet most ugye renoválták, és meghagytak lövésnyomokat, belövésnyomokat. Hát ez most nagyon érdekes, tök izgalmas. Ez most délután, megnézzük. Csinálsz, mondd le. Jó. Nekem is elég sok dolgom van. Francba az egészen. És megyünk a lövésnyomot nézni. Egyenként végignézzük a lövést. Megsimogatjuk őket. Ott állnánk is, te azt oda nézsz. Hogy olyan szögbe, hogy lőttek oda. Őrületes. Jó van. Jó, és aztán menjünk el a Zahelhez, és ott is nézzük lövésnyomot. Mindenhol. Mindenhol. Szóval, igen, ez jó. Na, Bódi Margó meglepő dolgot árult el nemrégiben a kapcsolatáról, és ebből szerintem lehet jó témát csinálni, mert mindenki egy kicsit máshogy gondolja, mindenkinek más fér bele, akinek van párkapcsolata, az ugye
előbb-utóbb felállít egy szabályrendszert, és azt szerint működteti, és elvár valamit az ő párjától. Amiben vagy belefér a megcsalás, vagy nem fér bele, vagy belefér az, hogy a férje felesége csapja valakinek a szelet, de egy bizonyos ponton ne menjen túl, hogy mindenki gondolkodik valahogy a párkapcsolatáról. És Bóti Margi azt mondta, hogy nyugodtan félreléphet az ő ura, nincs azzal baj, hozzájön haza. Egy jó asszony, tudjuk ezt már ugye azért, Jimmy-től is. Mindent megbocsát. Uh-huh. És azt kell... És hazaírta ezt a számot. Ajja, hogyne, egyébként konkrétan. Sokszor. Azt a számot konkrétan. Érted, nem? Érted, ugye fog már te. Azt konkrétan hazaírta azt a számot. Ott volt mit. Jimmyről azért legendák vannak. Legendák vannak, hogy csajozott. Szóval azt mondta, hogy ha egy nő szemet akar hunyni felett, tegye meg, mert a béke és a család az mindenek felett van, és abban nem zavarhat be urunk egy-egy félrelépése. Ez csak a kikacsintás Margó szerint, nem is félrelépés. Tehát ő kikacsintás. Igen, a napszeg mögül kicsit Guszti kikacsintás. Lehúzza Guszti, kinéz a színpadról, egyet oda kacsinti, de utána vissza. Egy kis kikacsintás a slic mögül. Hát Istenem, meg mikor honnan kell kikacsintani, teljesen normális dolog. Abszolút támogatom. Miért, hogyha elfogadja a Margó? A Margó azt mondja erre, hogy életem, ez menjél. Nem, ez nem elfogadás, szerintem ez beletörődés. Ja, hogy ott nem is volt más választása. Hát ennyi. Neki. Ennyi szerintem. Aha. Tehát megmondta Guszti, amikor ők összekerültek. Az hát ő kapcsolatuk ugye nagyon... Lehet, hogy természetesnek fogta fel ezt a dolgot. Mégis csak egy sztárról van szó. Hát amikor ők összekerültek, az akkor még nem volt nagyon sztár a Guszti. Egyébként ezt nem tudom, tudjátok, hogy ő megszöktette annak idején a feleségét, mert nem akarták hozzáadni. A Margót megszöktette, de ugye ők roma származások, roma családban nőttek föl, és tartják is ezt a dolgot. Ez azért fontos, mert ugye, hogy ők nyilván másképp állnak hozzá a dolgokhoz, mint mi. Például ugye a Margó sose vetkőzik le Guszti előtt. Egy csomó olyan dolog van, ami nálunk teljesen normális, azt ők meg másképp gondolják. Tehát lehet, hogy ez is benne van ebben a dologban, hogy ugye azt mondja az asszony, hogy menjél nyugodtan Gusztikára. De lehet, hogy nem menne, ha egyszer is levetkőzött volna előtte. akkor nem hagynál. Anyám, ha én ezt tudom. Akkor nem, értem, akkor nem. Nem lehet, hogy van még bőven muníció a kapcsolatban. Igen, hát egészen más, hogy gondolkodnak ők a párkapcsolatról, tehát hogy teljesen más hagyományokkal, más kultúrával. Náluk ez egy bevett dolog, hogy ott a palinak azért meg lehet azt csinálni, amit a nőnek egyébként tilos. Ugye? Tehát, és ezt ők tudják is, hogy más, hogy gondolkodnak, tehát a pasinak több minden megengedett, mint mondjuk a nőnek. Tehát a nő az nem biztos, hogy félreléphet, viszont a pasi mehet, csak este. De nem jöjjön biztos, haza. Hogy félreléphet, vagy nem akar félrelépni itt most ebben az esetben, vagy ott nem is lehet nekik? Megkövezik a nőket, hogyha ilyesmi van. És szerintem pedig, hát itt sántít ez a dolog. Tehát, hogy az én elvém alapján akkor azt kellene csinálni, hogy akkor mind a kettőnek meg kellene, hogy lennie a kapcsolaton belül ennek a szabadságnak, nem? Tehát, hogy amit szabad a férfinak, az szabad legyen a nőnek, is. Aha, és akkor ezt megbeszélik az elején, mehet mindenki a dolgára. Aztán este megnézzük a videókat. Ja, hogy videó is készül róla? Mindenki rögzítsen. Hát, hallod, miért gondolod ezt mindig ennyivel túl? Tehát, hogy van egy témánk, ami a félrelépésről szól, és te már ott tartasz fél percen belül, hogy egy kis GoPro-val a fejeden brutálisan tolsz valakit. Asszonykád is valahol ott, nem tudom, ő is, és este berakjátok a felvételeket, rákötitek így wifi-ről a számítógépre, hátradőltök, nachos tesztek, és nézitek. Miért gondolod ezt mindig ennyire túl? Vagy hogy jutsz ide, hogy videóval, egy kamerával a fejünkön lépünk félre, és egyből rögzítjük, és felveszünk, hát, és este DVD-t cserélünk. Tehát eszembe se jut, hogy vegyük föl azonnal. Egyelőre még a félrelépésre beszéltünk, te meg már azonnal négy plánból veszed föl, és bekamerázod a szobát, és házi vágó programmal megvágod, és meg odaadod asszonykádnak. Tehát ez így hogy? Hogy jön? Nem kell megvágni, nekem jó a muszteri. Sok mindent kéne még neked kiélni, azt hiszem, mert ez eszembe nem jutott a videó erről egyébként, hogy nem rossz ötlet. Alapjában nem rossz ötlet. Hát azért én meg is lepülnék rajta, vagy ha azt mondanád, hogy nem jó ötlet, hiszen például a swinger party témakörét te szoktad állandóan behozni. De az más, hát nem ez volt a téma. Ütjük is otthon mindketten, de... Igen? Egyelőre nincs. Nem. Nincs, igen. Megkérdezzük Margot. Hello Margó, jó reggelt! Itt van velünk Bódi. Margó, szia Margó!
Szép jó reggelt kívánok, szeretnék napot mindenkinek. Ennek annyira csi... kedves fiúk, annyira túlspiláztátok ezt az egészet. Hát te olyan helyes vagy, annyira csilingel mindig a hangod, én bármikor látok veled egy interjút, már attól jó kedvem lesz, hogy hallom a hangodat, hogy így csilingelve beszélsz, ja. Jó kedved van. Ez figyelj, te egy angyal vagy. Na. Hát, mi nem is gondoljuk, de mindegy. Mennyien nem, tudják. És mennyien nem ez, tudják rólam. Fiúk, ez nem úgy működik, hogy megy egy, hát nem vagyunk mi mutánsok, hogy megy egy férfi a színpad mögül, le a slic, kikacsint, vissza a slic, hát ilyet lovári fiúk nem csinálnak. Tehát ők attól úriemberebbek, hogy ők bárhol az utcán, meg bármikor, meg bárkivel, meg ez nem úgy működik. Jó, mondjuk az utcán tényleg elég durva. Tehát ott azért senki nem csinálja olyan, mert az tényleg elég kemény. Na most azt, amit ti hallottatok esetleg a Hajdú Péter sójába, ugye, az nem így van pontosan, ahogy ezt így körülírják a sajtó, meg körülírja a sajtó a média. Azt kell tudjátok, hogy az összromaságnak, nem tudom, most romát kell mondani, vagy cigány, mert már én sem tudom. Ami neked jól esik, téged nem bánthat. Mert az tudni. Egyik megsértődik. Igen, az egyik megsértődik, néha azt mondjuk, pedig mondd ki nyugodtan. De viszont én azt szeretem, hogyha azt mondjuk, hogy cigányok vagyunk, mert mégis cigány. Mondj nyugodtan, te hiteles vagy. Az cigányságnak a 18-20%-át teszi ki az a kaszt, amiből, ahonnan én jöttem. Ugye tudjuk, hogy vannak romák, és vannak a romák között csoportok. Amelyik csoportban az egyik nőnek vagy férfinak, amit szabad, az a másik csoportban 100%-ig lehet, hogy tilos. Nem megengedett. Te melyikbe tartozol? Én a lovári kaszba vagyok, és a legkisebbbe. Szabad? 18-20%-ába vagyok benne. Akkor szabad. Tehát nálunk ezek a szokások éltek, meg élnek az én családomban. Ezt kihangsúlyozom, mert ugye most már változnak a... Na jó, de hogy néz ki ez a gyakorlatban? Tehát ugye én arról beszélek, hogy okos asszony, ugye Jimmy Dala is tényleg szólt, hogy mindent megbocsát. Tehát te mondjuk tudod, és azt gondolod, hogy a család egysége a szent, sokkal fontosabb, hogy együtt maradjunk, hogy a gyerekek együtt legyenek a családdal. Tehát mondjuk volt olyan, hogy csak konkrétizáljuk egy kicsit a dolgot, hogy hazajött, sejtettél valamit, nem kérdeztél, okos voltál, volt egy meggyőződésed, talán be is igazolódott, de azt mondta, hogy nem kérdezek rá, megteheti, viszont hozzám jön haza. Ilyen volt. Amíg nem születtek meg a gyerekek, igen. Régen, ugye ők Budapestre jártak dolgozni a fekete vonattal, ezt nagyon sokan tudják. Munkásszállón laktak. Na most ők, ha félre kacsintottak, vagy néha megkóstoltak egy sütit, ezért nem járt haragra. Jó, mert megkóstoltak egy sütit. Hát egy jó sütit. Mert ugye fiatalok voltak, 18-20 évesek, és ugye munkásszállón laktak, ott is voltak lányok, nem lovári lányok, a másik kaszba való lányok, akik szintén vonattal jártak, és szintén dolgoztak, összemelegedtek, valami történt. Ugye sokan voltak, jött a pletyka haza, hogy most csak magamról mondom, és feltételezem, hogy ne sértsek meg senkit, csak önmagamat. Valaki azt mondta, hogy a Guszti a múlt héten összejött a, mit tudom én, a Rózsival, és ugye ez a pletyka előjött. Na most én, nekem ez fáj. Persze, hogy fájt, mert én is nőből vagyok, attól függetlenül, hogy cigány vagyok. Nekem is vannak érzéseim, nem kicsit. Na és akkor én most mit csináltam volna? Ezért hagytam volna el a Gusztit. Tehát azt mondod, hogy ha egy nő igazán okos, akkor az fontosabbnak tartja azt, hogy vele van a párja, és átlép bizonyos dolgokon, vagy igenis tessék átlépni? Nem. Ez úgy működik, Balázsom, hogyha véletlenül megtörténik egy ilyen baleset, azt el lehet nézni. De szép szó. Köszönöm, hogy te mondtad ki. De hogyha ez folyamatosan csinálja ez a jó ember, állandóan csajozik, kijár, telefonon hívogassa, elviszi ide-oda, diszkóba jár vele, mit tudom én, hova jár vele, hát akkor egy normális lovári nő ezt nem nézi el, mert ő nem alacsonyodik le annyira. Akkor egyértelmű, hogy elválik tőle. Mm-hmm. De ha egyszer előfordul, akkor benyomja a szemed. Tehát a diszkóban... Na most, hogyha előfordul, ez nem váló ok. Tehát, hogyha most megcsalja az a férfi, akkor ő másnap menjen, és csalja meg újra. Csalja meg ő is vissza, vagy adják el a házat, váljanak el, vagy osszák szét, hogy ez a lábas a tied, ez a függöny az enyém, ez a törülköző, meg a anyósomé. És akkor a gyerekeket egyik hétvégén viszi a férj, a másik hétvégén viszi a nő. Igen, tehát hogy a következmények sokkal rosszabbak. A nő összeáll egy palival, aki molesztálja a kislányt.
ugye? Jó, mert abban picit túl már nem menjünk el. Kicsit azért túlszaladtunk a témát, de itt már előre vetítettünk egy olyan jövőt. Na, de figyelj, figyelj. Biztos, hogy megtörténik, de értem, mit mondasz, persze. Ez egy lovári nő átgondolja, hogy az én kislányom, az én gyerekem, az én kis házam, amiért én dolgoztam, szenvedtem, mert ugye szenvedünk, dolgozzunk érte, legalábbis az én családom, akkor most át kell értékelni, hogy megérte az a süti evés, vagy nem érte meg. Megérte azt elnézni, vagy nem érte meg. Tehát én így gondolkodok. De a mai világban már ez nem így van. Meg ezt nem úgy el kell elképzelni, hogy a Guszti kinéz a napszemüveg alól, és lehúzza a slicát. Tehát a Guszti egy úri először húzza le a slicát, és utána néz ki a napszemüveg alól. És ilyen sem veszi a napszemüveg. A Guszti az egy úri ember. Nagyon szép gyerekeket neveltünk fel. 37 éves, 35 évesek a fiai. 4 unokánk van. Nagyon szépen élünk szerelemben, boldogságban. Az este még mondtam is, voltunk egy műsoron, és ott hallotta az egyik lány, mikor a Guszti beült a kocsiba, és mondta, hogy jól vagy, mama? Mondom, jól, azt mondja, szeretlek, mert ilyen erős vagy. És a nő mondta, hogy nem, ő azt hitte, hogy viccelődünk, hogy szeressük. Na, de cukik vagytok. Ja, én úgy látlak benneteket, hát, tényleg nagyon helyes. Figyelj, 40 év. Én szerintem, ha holnap megkívánnak Guszti egy sütit, azt is elnézném. Jaj, de helyes vagy. Margó, mi lenne, ha te kívánna egy sütit? Várjál, és mi van akkor, te kívánod meg a sütit véletlenül. Akkor lenne egy nagy baj, de én biztos, hogy nem kívánnám meg a sütit, mert én úgy vagyok bekódolva. Ellensüti sincs? Tehát, hogyha a párod megkíván egy sütit, te akkor egy ellensütit megkívánsz, mert a csajok azért sokszor ellensütit kívánnak meg. Kicsit ellennyaralnak, ellensütit kívánnak meg, ellenbarátnőkkel találkoznak, ha elmegy az ember. Tehát... Ha ellensüti lenne, az lenne a legnagyobb aljasság a világon. Nálunk ez a legnagyobb dolog, hogyha a férfi megteszi, akkor a nő is. Na hát ez a legcsúnyább dolog. De most ebben nem az lenne a korrekt, hogyha ő behabzsol egy almás pitét, akkor te megkívánsz egy tátra csúcsot? Hát elvileg, hogyha így gondolkodunk, hogy mondjam, magyar ésszel, meg nem lovári ésszel, akkor ez lenne, amit te mondasz. De mivel én lovári vagyok, és én engem úgy neveltek, és én ezt láttam ma anyósomtól, anyámtól, sógornőmtől, nővéremtől, az egész családtagoktól, én ebbe így nőttem bele. Én is megnézek egy szép férfit, mert én se vagyok vak. Látom, hogy szépen rendben van, be van lőve a sérója, jó a csukája. Ez én jó. Ez én vagyok. Hát nem is én. A kezei ápoltak, az arcán ápolt, pillatos. Végignézek rá, jó Isten, hogy milyen jó néz ki ez a csávó. De már mire én arra gondolnék, hogy vajon jó-e a sütie, akkor egy függöny legördül előttem, úgymond. És én onnantól kezdve már tovább nem látom. De nem mondd, Margot, hogy gondolni se lehet. Tehát azt, hogy nem teszed meg, persze nem teszed meg, de még csak nem is gondolhatod. Már van ilyen gondolatrendőrség? Nem teheted meg? A gondolatomat nem tudná senki befolyásolni, de mégse gondolok. Édesem, hát te remek asszony vagy. Még melegség önti el a hátamat, elszégyellem saját önmagamat. Milyen pajzán gondolataid vannak, kérdeznéd te saját magadról, még ez egy brutális francia krémes látsz magad. Egy idegen sajtos rollóra gondol. Na de gyerekek, ez így van szép, aki szeret, az megbocsát. Fiam, arra gondolom, mondd ezt még egyszer. Igen. Aki szeret, az megbocsát. Na, mondok nektek záróképpen egy nagyon jó, most figyelj. Ha én szeretem a Gusztit, ugye? Neki jól esik valami, akkor az nekem fájjon? Hát akkor nem is szeretem. Istenem, ez az én elméletem, és köszönöm, hogy végre valaki ezt igazolja. Ez az én elméletem. Na most fognak írni aztán majd fűt fát az újságok, de nem értek el. Tökre értem. Én abszolút, ez már, az örül a másik. Ez már egyfajta spirituális magasság, amit mondasz. Igen, ide kéne eljutni minden párkapcsolatnak egyébként. Nem a... Fiúk, imádlak titeket. Puszilunk, köszönjük szépen. Vigyázzatok magatokra. Puszi. Ciao, ciao. Szia, szép napot. Gyerekek, a nagy gondolkodók. Osho. Vagy Eckhart Tolle. Vagy Dan Millman. Vagy Bodhi Margot. Mind azt mondják, hogy az az igazi szeretet, amit egyébként a Margó is mond. Amikor két ember együtt van. Azért nehéz úgy beszélni arról, hogy ott ül a neje. Igen. Aki erről teljesen más gondol, mint a legtöbb nő természetes úton módon. De Margó mondta ki a lényeget. Az igazi párkapcsolat lényege az nem a félelmen, a féltékenységen, a birtokláson alapul,
hanem azon, hogyha te párod, amit a Margison megél. Most nem a Feri szemében nézzél, miközben magyarázol, hanem... Neki ezt már nagyon sokszor elmondtam ezt az elméletet, de sose hallgatott egészen még. Azt hiszi, hogy most csak egy témát boncolgatok. Nem, hát ezt Margó mondta ki alapjába véve, és innenki azt mondja, hogy a valódi szerelem, a valódi szeretet, a beteljesedés, abban nincs önfeláldozás, nincs birtoklás, nincs lemondás. Tehát, hogyha te igazán szeretsz valakit, akkor is szereted, úgy is szereted, abban a pillanatban is szereted, amikor valami olyat tett, ami neked nem felel meg. Hiszen a szeretet az feltétel nélküli, és ha ő megélt valakivel egyfajta boldogságot, nem vagyok irigy, nem vagyok féltékeny, nem bán, de senki nem tudja megcsinálni, én sem, mert nyilván rosszul esik az ember, megcsalják, de ide kéne eljutni agyilag. Örülök a te boldogságodnak, nem vagyok irigy, nem haragszom, hanem megéltél valakivel egy jót, és az nekem jó, hiszen örülök, hogy te boldog voltál. Ezt mondja a Margó is. És ezt mondják a legnagyobb gondolkodók, akik nyilván megvilágosodottak. De hát az ember ennél gyarló, meg az ember egója erősebb, és ez sajnos nem így működik. Nálam is így működne. Én se tudnám azt mondani, hogy igen, egy két méteres, nagy darab, nagyon izmos. Érted? De ez ember nem így gondolkodik, de Margó mondta ki a lényeget, hogy ha valakivel te boldog vagy, akkor igazából egy beteljesedett igazán egó nélkül működő szerelem az ide kéne, hogy eljusson. Csak ez baromi nehéz, meg sem emberek vagyunk, és van egónk. Azt nem értem, hogy az általad felsorolt szerzők, ha már ott vannak a polcunkon, Móni, miért nem olvas ő? Vastagon húzna le ezeket a részeket. De most komolyan. Másik az, hogy ez egy nehéz kérdés, igen, hogy a lemondást választod, mint párkapcsolat, és megfelelsz valakinek, mert az ember nem szabad, hogy önző legyen, vagy megéled a boldogságot, és megtanítjátok egymást értékelni arra, hogy aha, bizony kell értékelni. Hát ez nem fog menni senkinek. Itt elbukuk. Ez egy nehéz dolog. Mert hogy miért nem, akkor miért nem mondod azt, hogy ha igen, igazán szereted, akkor nem az elengedés a szereteted, hanem a lemondásod. Hanem a lemondásod, érted? Uh-huh. Tehát jogos a Viki kérdése. Tök jó a kérdés, amit kérdezel. Hogy ne rólam mondd tök le. Tök igazad van. Hanem mondd le arról, ha szeretsz, az legyen a lemondás. Igen, csak ha én azt kérem tőled. De tök jó, hogy vitatkozom, mert a Viki is ezt mondja, igen, hogy a valódi szeretet az nem arról szól, hogy bármikor azt csinálok, amit akarok és félrelépek, hanem arról szól, hogy van valaki, akiért lemondok önmagamról. Igen. De ezen is lehet egyet fordítani, és azt lehet mondani, hogy ha neked elvárásod van azzal kapcsolatban, hogy én mit csináljak, akkor te feltételhez kötöd a szeretetedet, és azt mondod, hogy szeretlek addig, amíg te ezt vagy azt megteszed, és szeretlek addig vagy addig, amíg te ezt nem teszed meg. Ha megteszed, már nem szeretlek. Érted? Tehát a saját szeretetedet egy feltételrendszerhez kötöd. Igen, de akkor te viszont azt várod el tőlem, hogy én változzam meg olyan szinten, hogy engedjem el ezt az én gondolatvilágomat, és akkor te kérsz tőlem változást. Hogy én fogadjam el azt, hogy te félre mehetsz. Akkor te is feltételhez kötöd. Tehát itt egy, most már egy ilyen ide-oda dobáló, labda dobáló dologban vagyunk benne. Úgy az tudjuk megcsinálni, engedd el. Sajnos nem tudjuk megcsinálni, de igen. Ez csak az, hogy az ő szempontjából pedig te kötöd feltételhez ugye a szeretetet, mert hogy azt mondod, hogy az a feltételet, hogy fogadja el. Igen. A feltétel nélkül szeretetet. Azt mondják, hogy ha szeretsz valakit, és akkor vége a spirituális 10 percnek is utána, vagy az esetleg folytatjuk, hogy ugye, ha szeretsz valakit, akkor nem bántod meg. A felvetés is rossz, hiszen annak az embernek, na mindegy, ebben már nem megyek bele, mert ez már nagyon, nagyon elméleti. Mindegy. Nem érdekes. Ja. Drága hallgatók, mikor dugtatok félre, ez a kérdés? Jó? Így van. És megbocsátották-e? Térjük vissza a mi szintünk. Nyilván nem ez a kérdés. Ki mind néz át? Elsősorban a hölgy hallgatóinkra vagyunk kíváncsiak, hogy volt-e olyan pillanat az életetekben, amikor tudtátok, hogy igen, félrelép, de nem csinálok balét. Megbukott, de megbocsátottatok. Kinek mit kell elnéznie egy kapcsolatban? Ki mind lépett át már azért, mert azt mondta, hogy fontosabb az egység, nem akarok elválni, megbocsátom, bár nagyon fáj, de átnézek rajta. Nyilván sokan járnak ebben a cipőben, nem? Igen. Hogy elnézek bizonyos dolgokat, és nem csak férfiaknak, hát azért férfiak, nőknek is, legyünk őszinték, azért mi is sokszor kell, hogy toleráljunk dolgokat. Ki mit nézett már el az ő párjának, amikor mondjuk tudta tényleg, hogy megcsalja, miből tudta, hogy jött rá, és miért nem csinált balét. Igen, és gyakorlati tapasztalatokra vagyunk kíváncsiak, nem erre a fajta Elvis hitre, amit Balázs képvisel, hiszen ő is tudja, hogy bárhogy csűri csavarja, évtizedekig marad ugyanez a kókuszgolyó. De törekedni kell rá, hogy elérjük a spirituális magasságot, még akkor is, ha kasztrálnak. Igaztad magad ezzel? Én bevállalom, kasztráljanak. 9:01, várjuk az SMS-eket, jövünk Ákos hírei után.
3:49 lesz, pontosan 4 perc múlva. Több hírünk is, valami fontos, mielőtt folytatnánk a témát. Az egyik az, hogy jövő héten hétfőn lesz egy kitelepülésünk. Megyünk a 4-es metróba, reméljük akkor járni fog. Biztos, jár, a 3-as metró akadt le, vagy a 4-essel volt valami, mindegy. A lényeg, hogy hétfőn ez biztos, hogy rendben lesz. Megyünk, és 4-es metrózunk egy picit. Állítólag már sofőr nélkül mennek ezek a metrók, sofőr nélkül. Elfelejtették a sarukat berakni a kerekek alá. Gyönyörű a 4-es metró, gyönyörűen megy, szépek a megállók, hát az egyik legszebb szerintem Európában, már ami a megállókat illeti, úgyhogy megyünk, és kipróbáljuk, teszteljük a 4G-t a föld alatt, úgyhogy jövő héten hétfőn 6 órától 10 óráig megtaláltok bennünket a 4-es metró vonalán. Ha van kedvetek velünk együtt egy kicsit metrózni, megnézni bennünket, velünk együtt utazni, ajándékokat nyerni, akkor hétfőn várunk mindenkit a 4-es metró valamelyik megállójában, valahol, valamikor ott leszünk. 6-tól 10-ig, hát pontosan mikor, hol, azt ugye nem tudjuk, 12 perc, 15 perc a menetidő, jövünk, megyünk, szaladgálunk. Több kocsi van nyilván. Az egy hosszú kocsi, egy hosszú. De csak egy megy oda? Egy megy oda, az egy hosszú, mint a kombinó, tehát végig tudsz menni, végig tudsz rajta menni. Na jó, azért te se koptatod sokszor a 4-es metrót, ez megnyugtat. Én mondtam, hogy nagyon örülök ennek, mert életemben nem voltam a 4-esen. Szép, szeretni fogod, szépek a megállók, kultúráltak a kocsik, úgyhogy nagyon-nagyon klassz a 4-es metró, úgyhogy jövő héten hétfőn 6 órától 10 óráig a föld alól jelentkezünk. Majd voltunk már a föld alatt, amikor ugye autót lehetett nyerni, és ki kellett ásni bennünket, most mozgásban leszünk. Most viszont metrót lehet nyerni, most kell kiásni. Metrót, el tudtok hozzánk jönni, tudunk találkozni, és rengeteg mindennel készülünk, rengeteg ajándékunk lesz. Fergeteges témák, izgalmas játékok, értékes nyeremények. Így mondanám, ha azt akarnám, hogy senki ne hallgassa a műsort. És egy 1980-as program ajánló lennénk, akkor valóban így mondanám. De tényleg, hát az lesz, szeretjük. Az lesz. Kicsit kimozdulunk, úgyhogy ez mindig jó. Ez az egyik. A másik, hogy holnaptól átalakul majd a 3-as ugrás játékunk, mert hogy nem 3:49-kor játszunk majd, hanem 9:30-kor, viszont 3:49-kor lesz egy beugrója a játéknak, figyelni kell majd. Még nehezebb lesz bekerülni. Még nehezebb lesz bekerülni, idézőjelesen, nyilván nem az a cél, hogy nehezen kerüljetek be. Valamit fel kell majd ismerni, holnap mondjuk, ez 9 óra előtt lesz néhány perccel, és a 3-as ugrás, a jól megszokott, mégis drága 3-as ugrásunk átkerül 9:50-re. Így lehetőséget kapnak azok is, akik ott hallgatnak, és mások is, akik eddig nem tudtak, hogy játszhassanak és hogy nyeressenek, úgyhogy holnaptól már 9:50-kor lesz majd, 9:50 előtt pár perccel lesz a 3-as ugrás. Viszont 3:49 után kell hallgatni a műsort, hogy megszerezzétek a beugrót magára a játékra. És 9:50-kor meg maga a játék. Ja, és 9:50-kor pedig maga a játék. Na, egy érdekes témával foglalkozunk, nagyon sok SMS jött egyébként. Bodi Margóval beszélgettünk a hírek előtt, aki elmondta, hogy náluk ez egyrészt hagyomány, másrészt nekik ez így jó, ugye egy jó asszony, hát szemet húny férjehűtlensége felett. Elmondta, hogy azért ez nem arról szól természetesen, hogy Guszti folyamatosan lehúzza a slicét, majd letolja a napszemegét, vagy éppen pont fordítva, de ha esetleg, ne adj Isten, ez megtörténik, akkor náluk megy minden tovább. Igen. És arról beszélgettünk, hogy ez vajon hallgatóinál hogy lehet, ki az, aki már rájött arra, hogy megcsalják, félrementő is, sütizik, igen, visszacsalta, nem csalta vissza, vagy egyszerűen csak megbocsátott azért, hogy egyben maradjon a család. Nagyon érdekes SMS-eket kapunk, ahány párkapcsolat, annyian gondolják ezt különféleképpen, mindjárt szemezgetünk az SMS-ekből. Előtte valljál színt, ugye az előbb elkezdtél itt a spirituális ízét felé menni, amitől nyilván a fél ország hívjuk süteménynek. A spirituális sütizés felé, ahol nagyon szépen leírtad azt, hogy ugye a Vikinek meg kéne azt bocsátani, ha igazán szeret, hogy te félre... Nem a Vikiről meg magamról beszélek, mindegy, hanem egy kapcsolatról. De nem kell, hát nyilván mindenki úgy dönt, ahogy szeretne. Okay. Mi van, ha ő csinálná meg ezt veled? A Viki azt mondja, hogy figyelj, annyira szeretlek spirituálisan is most már, hogy saját magamat elengedtem. Befejeztem az Osó könyvet. Befejeztem az Osót. Sütizek, de annyit, hogy cukorbeteg. Igen, és egyet besütiztem. Hogy mi lenne akkor, ha a férjed... Ez nyilván mindenki gondolkodott, nem? Hogy mi lenne, hogy szakítasz, nem szakítasz? Ez a kérdés? Igen. Hogy vége van, vagy nincs vége? Hogyha te lépsz féle azt a Vikinek, hogy kéne kezelni. Mi van, ha ő lép féle? Figyelj, ez szerintem nagyon sok mindentől függ. Ezen ti is gondolkoztatok? Nyilván. Ti is mondjátok, majd érdekel. Szerintem függ attól, hogy lépett félre, hogy milyen a minősége annak a félrelépésnek, hogy a kapcsolatotok milyen stádiumban van. Ez nagyon sok mindentől függ. Én szerintem nem feltétlen az az igazi árulás, ha
ha egyszer félrelép. Mert akkor önvizsgálatot kell tartani. Ha egy nő lép félre, mindig azt mondom, hogy annak oka van. A nők általában érzelmi alapon lépnek félre, pont ezért értékelik túl a szexet. A Palinak mi? Egy szex, gyorsan ott vagy, szex, kész, túl vagy rajta. A nő azért értékeli túl, mert szerelem. Mert ők általában érzelmi alapon lépnek félre. Tehát a női félrelépés mögött szerintem mindig egy hiány van. Szerintem az árulás a viszonynál kezdődik. Az igazi árulás. Tehát, a félrelépés, de azt hiszem, hogy egy félrelépést, ha önvizsgálatot tartanék, és azt mondom, hogy oké, ebben én is hibás vagyok, hamarabb meg tudnék bocsátani, mint az, hogy valakivel mondjuk viszonya van. Privizik, SMS-t ír, mert az igazi árulás, az szerintem sokkal nagyobb az érzelmi árulás, a viszony. Mint az, hogy most ő hülye volt, elment, nem tudom, és rosszban voltunk, összevesztünk, nem kapta meg, és talált egy palit, mondott neki két jó szót, és egy lefeküdt azzal a palival. Rosszul esne, fájna, de magamban is keresném a hibát, nem feltétlen csapnám rá az ajtót, és lépnék félre, el kéne azon gondolkozni, hogy oké, ez megtörtént, nézzük meg, hogy mi a rossz. Bezárni mindent, fölégetni, és egy csalás, felnőttek vagyunk, szerintem ez nem egy akkora dolog. Ha érzelem van benne, ha viszony van benne, ott elárulnak. Tehát szerintem onnan indul. De mi történt? Jó, és ha fölveszi az egészet, és megmutatja, akkor... Az már nagyon beteg. Bosszúból megkapom a karácsonyi DVD-t. Szóval, hogy meg kell nézni szerintem, hogy mi történt valójában. És meg kell nézni azt egy Palinak is, hogy mi vezetett oda, hogy a nő félrelépjen, mert a nő a legritkább esetben lép félre ok nélkül. Tehát a női félrelépés mögött mindig hiány van. Mindig érzelmi hiány van. Mindig te valamit nem adsz meg, amit ő valahol máshol megkeres. A Paliknál viszont nem. Basszus, ott jön egy kísértés, egyszer megőrülsz. Hülye vagy, nem gondolkozol, félrelépsz. Nem is kell túlérték. A nők viszont túlértékeli. Érted? Na de ha viszonyról van szó, akkor már ott is azért a viszonnyal sincs baj, a viszonnyal az a baj, hogy akkor tiszta vizet kell önteni a pohárba, és azt kell, hogy figyelj, viszonyom van, ez lett, összeértem, úgy érzem, kezdek bele szeretni, legyen vége. A viszonnyal az árulásabb baj szerintem, nem? Nem éreznéd úgy, hogy elárulna? Nem az a nagyobb baj, mint hogy egy szex. Hát most egy szex, igen. Hogy kicsit rossz, karácsonyra oda is mennél. De ne legyünk már gyerekek, igen. Szóval most oké, vagy két ajándék. Ja, bocs, úgy, de barom vagyok. Én jaj, nem. Vagy de mi nem így van, nálatok váló? Mi mennénk? Szakító. Egy ilyen nem. Hogy mi, nem. Értsük meg a miértjét, hogy valójában mi történt. Hát egy szelet süti nem. Zsúrtottam még csak, de egy húsz szeletes. De te már cukorbeteg igen. Vagy fejben. Hallod? Az a baj, te már cukros vagy, mert hallod, amit te művelsz fejben, az nagyon durva. Én most nagyon kellemetlen helyzetben vagyok, mert ezután a beszélgetés után én nem mondhatom azt a Móninak, hogy idejétik. Ma egy kicsit később megyek, mert elmegyek sütizni. Igen. Nekem már ilyen nincsen. Figyelj, a fejben dugástól neked 30-as a cukrod. Szóval, hogy... mint ahogy sokan már belepusztultak a cukormérgezésbe, azt gondolom, minden egészséges férfinél van. De még inkább fejben, hát gyerekek, hát egy pari hányszor gondol arra, hogy úristen, ezt is elka, ú de jó. Hát ez, ilyenek vagyunk, hát a fajfenntartás, hát az élet ösztön után a második legerősebb ösztöntörteség. Én most is reszelek, tudom, csak az a baj, hogy közben téged nézlek, és ezért egyre jobban összezavar. Most is lemarad. Ki az a férfi? Minden férfi csinálja ezt fejben. Az a nő szerencséje, a pali csak fejben csinálja. Na, te mit mondasz? Lépnél? Nem. Nem? Egy ilyenre semmiféleképpen. Nem, hát annál többet. Kiteregetnéd te is a szennyest azonnal. Így is vagy, gyere, akkor igen, mutatom. Akkor megmutatom. Még volt még egy? Na, akkor itt a következő. És elindul egy ilyen kimerre, brutál visszacsal, még jobban bosszút. 1-2-1-3-2-22-21-4. Súlyos, rigulázni a falon. Nehéz kérdés. Nézd csak, most kijön. Anya, mit írtok a táblára? Mik ezek a vonalak? Semmit? Menj be, csináld a leckét. Semmi. Nézzük az örök ranglistát. Nézzünk gyorsan egy-két SMS-re. Volt nejem félrelépett, ezért bosszúból felgyújtottam az autóját. Válaszként ő az összes ruhámat bedobta a kazánba. Na, hogy olyan történetek vannak, ugye? Azért komoly. Érdekes. Az asszony helyében megengedném magamnak, hogy félrelépjek, ezt Barna küldte nekünk. Igen, szépen. Sok éven át vallottam, hogy menjen nyugodtan és kóstolgassa a sütiket, amíg fiatal, hiszen nem börtön a kapcsolatunk, és tudom, hogy szeret, és hogy hozzám jön haza, ahogy Margó mondta. Kár, hogy az ő kb. 30-40 sütője után is én megkívántam egy darab fincsi habos süteményt, de az rögtön bajt okozott, hiába nincs egyenlőség a világban. Milyen szépen írek le a hallgatóink. Ugye hát ez már a férfi ego, ami téves, hogy nekem minden, neki semmit, hát az imád rossz. Velem két hete történt meg, szörnyen fáj, de megbocsát. Mert nagyon szeretem, 18 év után írta nekünk. Valaki SMS-ben nem mert aláírni. 10 évig örlődtem egy megcsalás miatt, tűrtem, mert a fiam miatt nem akartam romokat. Ma már tudom, hogy ez a felgyűlemlet sérelem tett tönkre mindent. Lelkileg öli meg az embert. Szép napot, Cili. Hát igen, ez is egy érdekes felvetés. Hogyha rossz és sérülsz benne, és belenyomorodsz, akkor nem kell minden minden áron. Hát akkor ki kell belőle lépni, igen.
Három év után csaltam, beismertem, azóta eltelt 7 év megbocsátott, lassan újra építettük a bizalmat, ami nem volt könnyű. Szörnyen bánom, amit tettem, de sokat tanultam belőle, igyekszem magam elé helyezni őt, nőként írok. Mindig ő volt féltékeny, mégis ő nyalogott a más sütijét, amit hétvégén elnéztem a három gyerek miatt, azóta elváltunk, ezt Kati írta nekünk. Van egy hallgatónk, halló, jó reggelt! Hello! Móni, hello Méni, Móni. Móni, igen. Na, vele mi történt, Móni? Oké, köszi. Hát 10 éve vagyunk házasok igazából, 14 éve vagyunk együtt. Hát és az ilyen 3 éve tartó dolog volt, és ugye először csak megbocsát az ember, mert gyerek van, ház van, hitel van, minden van. Aztán egy idő után eljöttem arra szintre, hogy nem érdekel a dolog. Nem volt hiszti, mikor elment, nem érdekelt, mit csinál. És innentől kezdve úgy gondolom, hogy innentől kezdve nem kell együtt lenni. És ezt most mire gondolsz? Tehát, hogy félrelépett, és nem is bocsátottál meg neki? Tehát azt mondtad, hogy menjen is vége? Nem, dehogy is. Nem, hát ez 3 évig. 3 évig egy valakivel, vagy folyamatosan mindig mással? Hát ez az, hogy egy valakivel, egy valakivel. Mindig vissza-vissza ment hozzá. Azóta együtt van ezzel a nővel? Igen. Igen, mert elég korán tudtam neki mondani azt, hogy akkor el lehet innen vonulni. Aha. Még egyszer csak elvonult. Tehát itt viszonyról volt szó, nem egy megbotlásról, egy félrelépésről. Igen. Aha. Bár ő úgy gondolja, hogy semmi nem történt. 3 év alatt? Igen. Hát azért ez nehéz. Jó, figyelj, most nekem azt mondta, amikor összeköltöztek, hogy külön szobába laknak. Hát mondom, nyilván eddig eljártál hozzá. Igen, ha valaki egy nagy kollektív hazugságban él saját maga felé, azt nehéz meggyőzni arról, hogy nem ez történt. Igen. De akkor jól döntöttél. Hát igen, bár rettenetesen be voltam tojva, meg be is vagyok, de hát majd megoldom. Hát persze, nyilván. Az egyedüléttől, vagy attól, hogy most hogy jól döntöttél, ettől vagy megijedve? Nem, azt tudom, hogy jól döntöttem, mert ebből úgyse lehetne már kapcsolat. Én elmondtam neki ezt annak idején is, mikor kiderült, mert már másnap kiderült, mikor megtettem, mert látszott rajta, meg ismerem őt azért annyira, hogy tudjam, hogy nem úgy csinál semmit, ahogy az előtt csinál. És én akkor elmondtam neki, hogy lesznek olyan napjaim, amikor én erre nem is fogok gondolni, és lesz olyan napom, amikor más se fog a fejembe járni, mert hogy ez már bárkinél így lenne. És mondtam, hogy én ezt nem tudom, nem tudok ezen átlépni. Megbocsátottam, de úgyse tudod ezt felejteni, és nem is lesz olyan sose a kapcsolat. Hát igen, de szerintem jól döntöttél, nyilván ezt az élet igazolja majd, de hát azért a hosszú távon van az ember megalázva, hazudnak neki, és közben késztényként zajlik egy másik nővel a kapcsolat, hát akkor azt nem kell akarni megmenteni. Tehát abból nyilván ki kell lépni, persze. A mai napig úgy van vele, hogy ő bármikor visszajönne, ő szeret minket, meg hát nem ilyen figyelj, ez a legegyszerűbb, hát ez nyilván egy ilyen érzelmi fejletlenség, hogy az ember nem nő föl, nem tudja a két nő közül kit válaszol, mindenkit akar, ha ez haragszik rá, oda rohan, ha te haragszol rá, hozzájön vissza, hát ez nyilván egy erős önképzavarra vezet. Ja, és vissza. Akkor a legszebb az egészben az, hogy mert hogy nekem van palim, bár egyedül élet 8 hónapja, úgyhogy igazából nem, hogy palim nincs, senki nincs. Klasszik, mi paranoiás is. Aha, hát nem egyszerű, igen, ez nem egy egyszerű típus. Köszi, hogy elmondtad, kitartás. Az élet igazolja, hogy jól döntöttél. Köszi, Móni. Köszi, sziasztok. Ciao. Szia. Hello. Hello, hello. Érdekes ez a téma, mert hogy mennyi mindenki, vagy mennyire máshogy gondolja mindenki. Aki érintett, aki nem érintett, aki fél attól, hogy egyszer érint vele ez, akinek még nincs róla konkrét véleménye, csak azt hiszi, hogy előbb-utóbb ez akár meg is történhet. Igen, érdekes ez a dolog. Azt mondja, hogy azt, Balázs, nem áll tőlem távol a spiritualitás, de ha másik boldogsága bármiáron a legfontosabb döntés a hűtlenséget is elnézve, akkor a házassággal mire teszel fogadalma? Mi értelme van így az egésznek, ha az ember magával foglalkozik? Kérdezi valaki, és ez is egy nagyon jó felvetés. Igen, a férjem külföldre ment dolgozni a jobb élet reményében, magányos volt, nehéz volt neki nélkülünk, megcsalt, a két gyerekünk miatt megbocsátottam, hazajött, erre összejött a barátnőmmel, elhagyott minket, a lakásból minden mozdíthatót vitt a nőnek, mert ő dolgozott meg érte, a gyerekeket nem látogatja. Hát vannak ilyenek is, igen. Na, jól van, köszönjük szépen az SMS-eket, ez jó, érdekes téma volt. Játszunk, itt van a hallgatónk, hármasugrás, játszunk már is. Hármasugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggelt! Halló, sziasztok! Halló, szia. Laci! Milyenek a kérdések, Jani? Azt mondja, hogy nézem, Bali, szerintem egy picit nehezebbek, mint tegnap voltak. Bali. Laci, honnan hívtál minket? Csanytelek, egy esztergályos műhelyből. Egy esztergályos műhelyből. Jól van. Felkészültél? Persze. Van, aki segít, vagy egyedül vagy? Vannak. Van, aki segít. Jól van. Na figyelj, így szól az első kérdés. Hányszor alakította a filmásznon Jack Sparrow kapitányt Johnny Depp? 4.
rendszert. Így van. Ez ugye a Karib-tenger kalózai. Jön az ötödik állítólag. Mehetünk tovább? Persze, igen. Baseball sapkáért így szól a második kérdés. Mitől rettegnek az agorafóbiások? Még egyszer lehetne az kérdés. Az agorafóbiások mitől rettegnek? Hát erre nem tudtunk többet várni. A nyílt terektől, agorafóbia. Nyílt terektől való rettegés. Ez egy kicsit nehezebb volt. Hát ez az volt. Igen. Lacikám, rövid játék volt. Köszönjük szépen. Én köszönöm. Ciao. Szia, sziasztok. Hello, hello, hello. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. 4 perc múlva pontosan 9 óra, jövünk a hírek után. És most folytatódik a show, amelyre az ország ébred. A mikrofon mögött az éter nagy ágyúi, Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez itt a Morning Show. Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Itt a Klassz FM-en. 9 óra után vagyunk 10 perccel. Szép reggelt kívánom, Morning Show, minden Morning Show hallgatónak. Itt vagyunk a Klasszon és folytatjuk. Ami a legfontosabb, hogy hétfőn kitelepülünk, újra találkozhatunk a munkába, iskolába, a rohanó, igyekvő hallgatóinkkal, aki szeretne velünk találkozni, az utcanyon át a 4-es metró valamelyik járatára. Ott leszünk, mindig mondjuk, hogy hol vagyunk, és hétfőn egész reggel teszteljük a 4G-t, és metrózunk egy picit, méghozzá csodálatos 4-es metrón. Bizony. Tiszta, szép, ápolt, időben ott van, sofőr nélkül közlekedik, szépek a megállók, és minden rendben van a 4-es metróban. Reméljük, hogy a kihasználtsággal is egyébként használják az emberek. Igen. Igen, jó, jók a számok? Jó, jobbak, mint voltak. Igen? Ha hát most az emberek belakták. Igen. Belakták, megszerették, megszokták, úgyhogy sokkal többen utaznak rajta, mint korábban. Nagyon jó, ez mindenképpen jó. Na, és hát teszteljük ugye a 4G-t a föld alatt. Bizonyám. Jövünk, megyünk, mint egy kis kukac, ott leszünk a talpatok alatt, ha a fejünk felett járkáltok a Calvin téren. Akkor majd fölkopogunk. Felkopogunk, úgyhogy aki akar velünk találkozni, jöjjön nyugodtan. És ott már vagyunk. Szervezés alatt van a következő két kitelepülésünk is. Az egyik a Budavári Siklóra, a másik pedig a Jánoshegyi Libegőre. A libegő az már. Az különösen. Azért az magára elő, nem? A szerencsés most ebben. Jönne mögöttünk a Gyula technikával. Ott ülünk hárban. Kezdetlegesnek érezni a dolgokat. Rohadt jó, de nagyon fáradt. Befagy a senkem. Nyáron egyébként jó lehet. De. Hol szállunk föl a metróra, 4-esre? Mi az indító állomás? Nagyon jó kérdés, mert nem tudom rá a választ. Nagyon nagy. Én a Calvinon fogok adni, biztos. Ez jó kérdés. Tényleg. Hát hol van az ütköző pont? Mert nyilván mindenkinek más. Én még konkrétan hát nem találunk egy állomást. Én a Kelenfölddel nagyon jó vagyok, mert tudom tenni az autót. Gellértél. Igen. És mindenki bedobál, hogy hol akar felszállni? Én a Calvinon fogok, mert nekem az esik útba. Jó. Hát valahol csak találkozunk, így nem? Van, összefutunk. Szépen lassan összegyűlik a társaság. Igen, negyed hét, fél hét, megérkezik a Feri, negyed hét, Bali is befutott meg. Szépen. Szépen megveszünk, igen. Én egyébként tényleg nagyon szeretem, mert hihetetlenül kultúrált. Vigyáznak rá a népek? Csecse is, tiszta is, igen. A csecse is kultúrált? Igen. Úgyhogy valahogy én azt hiszem, hogy egyrészt sokkal jobban rendben tartják, aha, mint az összes többi metróvonalat, másrészt meg az emberek is, mivel hogy új, valószínűleg ezért is jobban odafigyelnek rá. Lehet, hogy kevesebb szemet, kevesebb koszt lehet látni a 4-es metrón. Nagyon. És én ennek marhára örülök. Ez jó. Tényleg jó. Tényleg szép egyébként. Én is voltam a Benivel, nagyon szerette. Na, gyorsan, egy kis közlekedés, jó? Azt mondja, hogy még mindig özönlenek a témánkhoz. Nagyon az SMS-ek, igen, ez megcsalós. Cukrászati iparág Magyarországon dübörög. Igen, ez megcsalós téma, ez mindenkit egy kicsit felzaklatott. Hát mindenkinek van véleménye, vagy azért, mert megtörtént vele, vagy azért, mert fél tőle, vagy azért, mert gyanakszik, ha párkapcsolatod van, érintett vagy, nem? Vagy így, vagy úgy, vagy legalábbis egyszer átfutott rajtad, hogy milyen lenne, ha megtennéd, biztos gondoltál arra, hogy mi van, esetleg a párod megteszi, ritka az, ahol két ember nagyon jól rá van, évek óta vannak együtt, és teljesen zökkenőmentes a dolog, és senki nem gondolt semmire. Nézzük a közlekedési híreket, mit írnak a hallgatóink, azt mondja, hogy M733-as kilométernél mérnek, mindkét irányban, Csenge Papa küldte nekünk, trafi a 68-as út 1-es kilométer kövénél, a Barcsel táblát lövik, 50 km/h lehet menni, vigyázzon mindenki. Igmádi pihenőnél az árból most mentik a kamiont, 4 kilométeres már a dugó, és csak gyűlnek az autók, a belső sáv viszont egyelőre járható. M7-e 132-es kilométerénél van egy trafi, mindkét oldalon, vigyázzatok, igen, ezt az előbb mondtam, Budakeszi út, és az Erzsébet vasúton a forgalom rohadjon meg, István. Köszönjük.
Ő egy kicsit frusztrált. Két autó koccant befelé a gyorsforgalmin, a lukai előtt torlódás kezdődött, KT üzente nekünk, valamint ne felejtsd, Tinódi sarok, rendőrök fotóznak, vigyázzatok. Aztán Erzsébet hídon Pest felé lerobbant egy szállító autó a buszsávban, Banderas üzeni, és Tábor falva közelében egy kamion lefutott az M5-ös autópályáról. Hamer Banderas beült varni, olvastátok? Ja. Nagyon helyes a pali, 65 éves, nem tudom, és ül egy 60 nővel körülvéve egy ilyen kis varrógép előtt, és most varni tanul, mert hogy a divat szakmát akarja most egy kicsit felfuttatni, vagy nem, abban vagy az nem ő nevét felfuttatni. Az vagy megmondták neki, hogy igen, felejtsd el. Antonio, nincs több folytatás. És most, és beült varni. Varni tanul. Az tök jó, hogy ilyen idős korban, már nem, hogy idős a csávó, mennyivel jól tartja magát, de hogy elkezd valami újat tanulni. Nem? Hogy valami érdekli, ő egy színész, nyilván van szakmai, nyilván van annyi pénz, hogy ezt a 30 évet már kihúzza, aminek hátra van 65 évesen. Tényleg jó, hogy elkezdett tanulni. Ő is félresütizett egyébként Melanie mellett. Hát nézd, Melanie mellett én is félresütiznék. Tehát, hogy aki ilyen szinten varja szét magát, és ilyen szinten van szét botoxos, úgy néz ki, mint egy szörnyeteg, a Banderas azért nem egy rossz pali. Hát azért, tehát, hogy nem, hát a szegény Melanie, hát fölkezd mellett, és beleült a reggelbe, úgy volt megijeszt, nem? Volt a szép éve ide. Igen. Én vagyok a szívem, csak én vagyok. Mindig lebelt a földszintre, csak ott vett el a szemlekötőt. Gondolod, egy ilyen szörny. Én nem értem a nőket. Én tényleg nem értem. Ha egy nő az szépen öregedik, az nem tudom, hogy kihitette el velük, hogy rondábbak, mint amikor egy nő egyébként szét van botoxolva, és látod, hogy el van torzulva az arca. Hát egy szépen öregedő, ám de ráncos nő nem szebb, mint egyébként egy ilyen rommá botoxolt szörnyeteg, saját akinek igaz egy ránca nincs, de úgy néz ki, mint egy szörnyeteg, a relét szelvégel is. Ja. Mit csinált az arcában? Egy tök helyes nő volt. Nagyon csinos volt. Olyan szinten szétbotoxoltatták, szétvaradta magát, hogy szörnyeteg lett belőle. Amíg vannak olyan nők, akik nem csinálnak semmit, és igaz, hogy kicsit idősebb, kicsit látod a ráncokat, de szexi, de jól néz ki, egy jó csajnak, vagy nem is kell jó csaj legyen, egy nőnek, jól áll, ha egy kicsit azt látod rajta, hogy hagyja magát természetesen megöregedni, mint amikor ilyen kivasalt arca, hát egy múmia lesz, vagy nem is tudom, szája, tényleg úgy néz ki a bőre, mint a 26 éves lenne, de közben látod, hogy hát a itt feszesség. A fejébe bele van verve egy szög, és így arra van felhúzva nagyjából az arca. Egy szörnyen néz neki. Én nem tudom, hogy ezt a nők miért gondolják, hogy ez szép. Demi Moore, hogy néz ki a Cher? Nincs olyan nő, aki egy idő után nem ment volna tönkre abba, hogy szétplasztikáztatta magát. A Nicole Kidmannek is voltak olyan évei. Hát, lehet, hogy az elején egyszer jó sikerül valami, és akkor így rákapsz, de utána már látszik, hogy mű az egész. Kicsit mosolyogszor, és így érzed, hogy bereped a homlokod, meg az arcbőröd, így elindul egy ilyen hágás. Nem röhög, egy halotti maszk. Igen. Nem jó még. Ott van a Cindy, aki azt mondja, kicsit botoxol, nem varja szét magát, hát ez gyönyörű. De elkezdeni ő is vasaltatni az arcát, és szétvaratni magát a Cindy Crawford, hát szörnyen néz neki. Nem értem ezt a nők, miért csinálják. Ők, de valószínűleg nem miattunk csinálják, hanem maguk miatt. Igen? Szerintem biztos, tuti. Tehát te hiába fogsz odaállni bármelyik nő elé, és azt mondani, hogy ne csináld, hidd el, hogy gyönyörű vagy, a ráncaid az a szépek, és együtt öregettünk, és ott vannak. Magyar celebcsajokon is látom, elképesztő, hogy mit csinálnak magukkal. És azt látod, hogy 5-10 éve egy helyes, aranyos, mosolygós kis szöszi volt, tök szép vonásai voltak, és mára egy ilyen, nem azt mondom, hogy szörnyeteg lett, de hogy egy természetes vonása nincs. Hát mű a szája, mű az orra. Tehát fel se lehet ismerni benne azt a régi nőt, aki azt mondta, hogy de rendben van, mennyire aranyos kis csaj. Igen, egy szebb volt. Tehát, hogy nem is értem. Na, igen, nem szépülnek tőle. Nem lesznek szebbek, vagy hát ritka az, akinek tényleg jól áll. Igen. Na. Jó, de mindegy, Feri neki vagy csaj. Így van neki. Igen, mindegy. Kicsit szúrod magad? Kicsit vasalsz? Nem baj az, valamit kell. Valaki ide, bocsánat, csak még egy mondat, ez valóban nem az én évem, mert jött egy vonat, metró, kopasság, bali, ez nem a te éved. Igen. Egy hónapon belül ráadásul vonatozom, metrózom. Itt már valami komoly baj lehet a háttérben. El kell gondolkoznom, hogy ez nem az én évem. Mit követtél el a világban, hogy ezt kapod vissza? Csak kezd leesni, hogy miről írt az Osó. Kopaszra kell iratnom olyan decemberben, mert Feri valószínűleg nem fog rájutni. Vonatoznom kellett, mert bevállaltam. Hétfő metrózom. Mi jön még? Mi jön még? De tényleg, milyen csapások jönnek még? Na mindegy. Na, a nők után egy nagyon komoly, szeretnék egy kicsit pöcsölni veletek. Na, pöcsöljük! Mindenképpen, jó. Ezt már ugye az elmúlt héten egyszer bedobtuk a pöcsöt,
hogy ki lehetett kidobta, az a... Melyik ötök mind a ketten, mindenki dobott egy pöcsöt, már elnézést, de így hívják a dolgot, és azon rögtön elkezdhetünk azon vitatkozni, hogy nem volt egy épp elmélyű ember, aki azt mondta, hogy a pedagógus önértékelési csoportnak a nevét változtassuk meg, és ne pöcs legyen, mert most egy ország ezen röhög. A célkitűzésről már nem is beszélve, hogy itt miről van szó, mert az is maga szerintem fölháborító, de a név is az a pöcs, ugyanis a követ, bocsánat, így hívják. Ez nagyon tetszik. Ez rövidítés. Nézzük meg majd, ez hogy született azért. Játszunk el gondolat. Jó, tehát azért azt mondom, hogy szerintem ott is érdemes egyet azért ezen forgatni, de a lényeg az, hogy miután megvan a pöcs, és te pöcs tag vagy. Sose élvezted még ennyire, hogy ez most legálisan így kimondhatod a adásban. Pöcs! Hát figyelj! Mint amikor a gyerek tudod, végre kapsz 10 percet, hogy káromkodjál. Ez hivatalos helyről. Jó, hát ez a nevünk. Nem lehet. Tehát a pedagógus önértékelési csoportok a következőt csinálják, hogy egymás munkájáról fogsz jelenteni, mint pedagógus. Tehát te mondjuk 30 éve pedagógus vagy, én 10 éve, és akkor én majd jelentem, hogy a Vadon János kollégám a természetrajz órát a szabadban tartotta, és volt két allergiás gyerek, és ők rosszul lettek. Erre a Jani visszajelent, hogy de a Rákóczi kolléga üvölt a gyerekekkel, és körmöst ad a matematika órán. Be kell egymást mártsuk, annyira megalázó szerintem az egész dolog, hogy az valami döbbenetes. Tehát nem csak a név maga, hanem az, hogy erre van egy szerv, van az iskolának, van egy igazgatója, aki felel az ő beosztottjaiért, akik a pedagógusok, érted? Most tényleg az lesz, ez ilyen besúgó rendszer. És ha egyébként nekem a Vadon Jani nem szimpatikus, mint kollégám, akkor elkezdem majd mószerolni, pedig lehet, hogy ő a legjobb tanár, érted? Hát, tökéletesen egyetértek azzal, amit mondasz. Igen, már a név is önmagában ugye, hát szegények, szóval aki tényleg ott ült, vagy nagy idős volt, és már nem emlékszik arra, hogy ez mit jelent, vagy ezt nem olvasták el egyberövidítésként, csak megalapították a pedagógusok önértékelési csoportját. És valaki azt mondja, elnézést szeretnék hozzá, és sajnos nem tudunk meghallgatni hozzá, de csak azt csak szeretném jelezni, nem, ezt most nem hallgatjuk meg, nincs rá idő, meg vagyunk. Majd otthon elolvasták, hogy aha, hát akkor ez most pöcs. Ez lett. Tehát, hogy szegény pedagógusok, nem? Tehát tényleg erről azt tudom, hogy egyrészt önmagában már ugye, hogy ez pöcs. Tehát így kell, hogy akkor pöcsöljünk egy kicsit, ugye? Hát írjuk meg a jelentést. Pöcsösök majd gyűlés. De hogy mindenki ez... pöcsös. Mindenki pöcsös. Érted? Mindenki pöcsös, és mindenkinek kell pöcsölni a másikkal. Hát eleve ez egyébként szerintem kirekesztő. Igen, egyébként mi van a nőkkel? Kollégináknak mi a helyzet? Hát ráadásul több ugye a nő a szakmában, a pedagógus szakmában, akik most pöcsösök lettek, plusz van elég dolguk. Most és akkor ez bekerül egy központi nyilvántartásban? És akkor én írok róla a jelentést, de ennek nagyon sok hibája van. Hát egyrészt szerintem a legnagyobb hiba, vagy az egyik legnagyobb hiba, hogy ez megint nem arról szól, hogy az oktatás mennyivel lehetne jobb, csak arról szól, hogy írd meg, vagy retorziók lesznek. Na most a tanárokat még különböző retorziókkal fenyegetni, hát én azt hiszem, hogy kevés hányatottabb sors van azért ebben az országban, mint a tanári pálya. Nem túlterheltek plusz óra számok, ott van a klik nekik, alulfizetés. Közben egyébként hát a jövőnkbe fektetik az energiájukat, és hát ontani kéne beléjük meg az oktatásba a pénzt, mert az lesz a jövőnk, akiket ők megtanítanak. Tehát ilyen csoportok, ilyen önfejlesztő, egymás segítő csoportok eddig is léteztek. De ez hát nem miért szó. Kell fölülről meghatározni, hogy egy kritériumrendszer alapján akkor a tanárok súgjanak a többi tanáról. A legnagyobb hiba ebben, hogy egy baromi nagy szubjektív tényező kerül bele, amit te is mondasz egyébként. Van az ember. Hogyha én nem szeretem a Marinén, és nem tetszik, hogy tanít, és kicsit féltékeny is vagyok arra, hogy egyébként a gyerekek imádják, és tök jó órákat tart, kicsit bemószerolom a pöcsnél. Írok róla egy jelentést, ami aztán egyébként hivatalosnak minősül, mert egy központi nyilvántartásba kerül úgy bele, hogy erősen szubjektív véleményeket tartalmaz. Ha ebbe belevonják a szülőket, az megint nem jó, hogyha a szülő is írhat, vagy véleményezhet, mert az, hogy a szülőbe megy a szülőért, és ott közösen kialakítják, megbeszélik, de nem szereti. Kettest kap a gyereke, harag van benne, bizony. Nem ért a pedagógiához, nem ért a tanításhoz, nem érti, hogy ha most valamit megtanulnak, annak azért van értelme, mert fél év múlva majd ide akarnak eljutni. Megint ír valamit. Szóval ezek a fölülről jövő dolgok, hogy akkor egy kritériumrendszer alapján írjuk meg, ezek sose szülnek jót. Hát azért ilyen csoportok vannak. Pedagógusok bejárnak, hát órájára segítik egymást, önfejlesztő csoportok mondani. Vannak. Ez a dolog, ez működött eddig is. Igen, de egészen akkor jól mondani. A pedagógusoknak. Érted? Nem? Tehát én bemegyek a te órádra, és utána veled megbeszélem, és nem jelentek, tehát nem írok egy jelentést, kvázi nem megpöcsölöm a másikat, érted? hanem megbeszéljük. Igazgató a pöcsi? Ugye?
Pöcsi, ne haragudj. Jó, véget vetek az ülésnek, én mint az igazgató, a pöcsi. Tehát nem tudom, maga a rövidítés szerencsétlen. Tehát mondjuk meg őszintén, szegény pedagógusokat pont egy pöcs rövidítés bele kényszeríteni, hát azért ez nagy. Hát aki jelenget, azt szerintem alapvetően egy pöcs. Tehát, hogy lehet, hogy ez ezt jelezte. Picit freudi elszólás érdekel van a dolog, és nem picit, azért még visszakanyarodva a komolyabb részéhez a dolognak, szerintem ráadásul, hogyha nem a pedagógus keresed, nem a tanárt keresed meg, akinek adott esetben problémája van a te gyermekeddel, ami miatt neked is ugye egy picit így szemet szúrt a dolog, hanem feljelentgeted az igazgatónál, még inkább elmérgesíted magát a szituációt, és még inkább távol kerülsz a megoldástól. Mert itt tényleg az lenne a megoldás, hogy oda mész a tanárhoz, és megbeszéletek. Ha most te megkerülöd a tanárt, és az igazgatóhoz mész, és feljelented a pöcsnél, vagy ez vagy az, akkor onnantól kezdve nem jó. Ez nem fog működni. Ugye, ez megint nem, sajnos nem arról szól, hogy akkor az oktatás legyen jobb, hanem retorzióra, megfélemlítés alapul. Hogy gondolkodik az ember? Hát nem biztos, hogy jó, hogy mindenkiről jót írok, mert akkor az, hogy rólam írnak rosszat. Abból nem lehet baj, azért ha kicsit róla rosszat írok, talán mégsem én kerülök be a pöcsbe, úgyhogy én vagyok a legrosszabb. Tehát ebben szubjektív emberi tényező van tényleg. Ez nem egy szerencsés. Ez most nem nincs az, hogy ez nem akarják, vagy hogy tiltakoznak, vagy hogy ez még csak egy kezdet, ez lesz. Mert valószínűleg senki tiltakozni, mert ugye ez nem mindenki félti az állását. Igen, nyilván ez a fölülről jövő kezdeményezés, tehát ott állt föl először a pöcs. Így igen. Van. Felső közgyűlés. Felső, és akkor onnantól ez egy lefelé. És akkor, hogy én beülök az órádra, és én lepontozlak téged? Tehát ez olyan, mintha mondjuk a mi munkaadó most arra kéne bennünket, hogy mi itt egymást pontozzuk, értékeljük, és finoman szólva jelentsünk egymásról. Így tehát írjam be, hogy Feri ma 5-től 1-ig. Hát ma, éppen itt volt. Igen, éppen aludt 2 percet. És akkor egy hónap után ezt egy ilyen nagy közös nyilvántartásra megnézik, hogy milyen a tanárok egyébként meglehetősen szubjektív értékelésed. Miről szól? És hát ugye ahhoz, hogy egy objektív véleményt tudják kialakítani mondjuk egy tanárnak a munkájáról, arra nem elég, hogy egyszer-kétszer beülsz az órájára, mert nyilvánvaló, hogy akkor is oda fogja tenni magát, és majd egy mintaórát ad majd elő, tehát hogy még semmi köze nincsen a valósághoz. Ráadásul ez nem csak az iskolára vonatkozik, hanem ugye ilyen szabadidős programok szervezésére, tehát hogy mindent átfog, mindent akkor átláthatóvá teszik. Ülnek majd egy nagy könyvtárban, bejönnek ezek a jelentések, és akkor valaki eldönti, hogy abban az iskolában Marika néni a pöcsök úgy döntöttek, hogy nem. Tehát a pöcsök kirakták. Igen. Marika néni sajnos mely fájdalommal kell tudatnunk, hogy a pöcsök úgy döntöttek, hogy önt nem tartják jó tanárnak. Tehát valaki ezt majd feldolgozza, ül valaki a nagy láthatatlan feldolgozó. Nem tudom, hogy irodában, ennek van-e ilyen és vége. És akkor megnézzük, hogy melyik tanár jó, melyik tanár. Azért ez nem egy objektív jelentés lesz ez. Tehát mi lesz ezekkel a jelentésekkel? Na, ez a kérdés, hogy ugye lehet-e retorzió ebből, hogyha mondjuk öt ember van a tantestületben, és 4-en egyre rosszat mondanak, akkor őt kirakják? Vagy ő kap majd egy tanfelügyelőt, bár az hiszem, az most pont nincs ez a pozíció. Tehát akkor hogy fognak, mi lesz az, ami visszajön ebből a pöcsből, érted? Hát valami retorziónak kell lenni, mert egyébként mi értelme van. Vagy akkor őt elkezdik majd segíteni, hogy ő rosszabb pedagógus, rosszabb képességű, akkor ő majd kap segítséget föntről. Nem, az a baj szerintem, igen, hogy én szóval persze, csak minden plusz teher, meg plusz adminisztráció, dokumentáció, jelentés, pöcsbe való belépés, kilépés, ez a legfontosabbtól veszi el az időt, szerintem az a gyerek, nem? Tehát egy kevesebb időm van tanítani, fáradtabb vagyok, nyugösebb vagyok, 600 órám van, és hogy én ezt még most mondom, pöcsöljek ezzel, lépjek be, dokumentáljak, jelentsek egyébként, az mind azt eredményezi, hogy a legfontosabbra a gyerekre marad a legkevesebb időt. Tehát szerintem a tanárokat egyébként pont nem tovább kellene terhelni, hanem mentesíteni egy kicsit, és minél kevesebb adminisztrációt a nyakukba tenni úgy, hogy nekik semmi mással ne kelljen foglalkozni, mint arról, hogy hogy a fiatalokkal foglalkozzanak. Hát gyakorolják a hivatásokat. Tehát, hogyha már önmagában az is nehezükre esik, illetve nehezükre esik, nem nehezükre esik, rossz a megfogalmazás ebből a szempontból, ha már az is önmagában hatalmas feladat, hogy a tananyagot leadják, annak is rendje módja szerint, ahogy ezt elvárja tőlük, és én ezt egyébként tapasztalom hónapról hónapra, évről évre gyakorlatilag, egyre nagyobb a tananyag, amit le kell adniuk, és folyamatosan egy mókuskerékben vannak benne, és napról napra csak rakkolnak, és akkor még mellette kapnak egy ilyet pluszba. Neked ez a jelentkezés azért nem pont az ellenkezője fog bekövetkezni, hogy csökken az oktatásnak a színvonala? Ez nem jó időket idéz, nem? Ez a jelentsél, súgjál, írd le. Én nem, de hát azért a szülei nagyszüleink éltek ilyen. Tavaly előtte. Véleményezd a másikat, az lehet jó, de csak akkor, ha a másik is ott van.
Érted? Mert az építő jellegű lehet, hogy leül az öt pedagógus, és akkor ott elmondja egyik a másikról, hogy azt gondolom, aki megvédheti magát, az abból lehet tanulni, hogy mit gondolnak rólad. De így, hogy te ezt jelented valahova, és a másiknak, akiről jelentesz, nem szólsz, na úgy már vélemény. Szerintem a pöcsben csak férfiak vannak, vagy nők is vannak? Ez női pöcsök is vannak. Női pöcsök is vannak, ugye? Hát az szegények. Ugye? Na, ezt mondta el a Jani, ugye? Az előbb, hogy az micsoda diszkriminatív dolga, hogy pincézsölés van. Hát, igen. Itt ugye lehet, hogy tranik. Írja valaki, hogy a mószeroló undok fikázok a MUF lehetne, ők a csajok. és csak a férfi tanárok vannak. A férfi tanárok vannak a pöcsben. A MUF-ban pedig ugye... A MUF-ban pedig bent vannak a női tanárok. Hát szegény tanárok, hát az ember sajnálja őket, reméljük, hogy ez csak egy ilyen félig meddig halva született ötlet, amiből aztán nem lesz igazi valóság, vagy ez nem történik meg, vagy ha megtörtént, akkor ezt valaki átgondolja, hogy ők aztán nem rosszak, és nem rosszat akarnak, csak sem más, csak tanítani. Egyébként, milyen a suli? Bűködik, szereti? Jó? 8-kor alszik? Igazak a legendák? Igaz, tényleg, hogy 8-kor alszik? Fáradt, és megoldja az iskola az életet, fogod. Igaz ez? Imádni fogod az iskolát egy magát, van. Egy évetek van még, ez is nagyon szép. Az első, ami történik, az, hogy itt be kell érni 8 előtt. Mert az ovit azért lehetett lazán kezelni nálunk, és oda aludjál még életet. Anya is nyilván még szívesebben szuszókált, egy kicsit nem kellett korán kelni, mi itt voltunk. 9, volt olyan, hogy 9-re értek be, senkinek semmi baj nem lett. Itt be kell érni, tehát van egy korai kelés, ez már hoz. És egy olyan fáradtságot hoz a gyerekbe, ami egy ilyen szellemi fáradtság, amit eddig ilyen formában nem tapasztalt meg a gyerek, mert nálunk tehát is... tényleg igaz, hogy 8-kor belebólint a bablevesbe, és vége van a gyereknek? Igen? Nagyon szépen tudnak aludni. Nagyon? Új életed van. Akkor? És képzeld el, hogy másik gyerek, akkor ő is megy. Hát akkor ő már, ha Panna alszik, a nagy alszik, akkor nekem is kell. Menjél, drágám. Várom, én ezt várom. Én nálunk még fél 10-kor akkora dzsembori van, hogy én ezt nagyon várom. Hogy a gyerek 8-kor azt mondja, hogy apa, hadd menjek aludni. Fél 9-kor már azt csinálsz, amit akarsz. Igen. Föl a kezed és... Csasolod a cuccot. Fújod magadra a parfümöt, hátszatesszed a kedvét. Mit akarnál? Te is csak aludni akarsz. Szóval igaz. Igaz a hír. És ez az elválik a kis barátjától, és hiányzik neki a kis barátja, és ez csak mi értékeljük túl, vagy úgy ment át óviból iskolába, hogy oké, menjünk, és semmit. Hát mert én rettegek, tudod, hogy kis barátja ott van, szereti, tényleg nagyon jó a közösség nálunk az óviba, hogy egy perc alatt ez... Gyerekeknél ez más, ugye? Van. Nálunk van ez a nagy kötődés, szerintem, a régi embereinkhez, de ők ezt egészen könnyen, mert ugye azt kell mondani, Iva, hogy majd iskola után össze tudunk futni még vele, akit nagyon szeretsz, de mivel ott jön az új élmény, és jönnek az új barátok, ezért egy idő után nagyon nem is lesz igénye arra, egy-két gyerekkel találkozni akar majd, de jön az új, és ott ő meg már csapattag. És annyira sok új élmény van, meg azért tudod, hogy jó látni ezt a tanulást. Tehát, hogy te még mai napig se persze, hogy négy óra még mindig nincs ott, vagy fél öt még csak tudod, hogy most indultak, tudom, hogy jó látni a tanulást, persze. Jó. Fél négy még csak most kezdődik a szakkör, negyed öt még állnak a dugóban, még van még mindig 3-4 óra. Persze, hát ez nyilván jó, hogy fejlődik, meg nyílik ki, az egy jó dolog. Négyig vannak bent? A négyig. Az egy órával kevesebb, nálunk... mint az ovi. Nem jó? Egyelőre. Én még csak a fejben számolok, vesztettem egy órát. Jó, de ott van a tanulószobám. Ez is igaz. Bizonyám, meg a különböző szakörök, meg az a kis késés, ami ha talán jelzed, belefér. Akkor bent tudod hagyni ötig. Ha előre jelzed, csak mondom. Csak baromi magányos lesz, mert ott fog ülni egyedül. Nem, hát a tanárnéni vele lesznek. Hagyj mutatkozzam be. A pöcsből jöttem, feltennék néhány kérdést a szüleidre. gyerek ül majd ott nagyon egyedül, negyed, hatkor. Azért a biztonság kedvéért, jelezd előre egy évre. Ötig marad a gyerek. Sajnos nem tudunk érte menni. Holnap? Nem, egész évben. Úgy kell, egész évre mondod, hogy mikor jössz, és akkor ők ötig ottan elszórakoztatják a délutános tanárnéni. Nálunk egy nagyon helyes. Ilyen nincs, hogy fél évkor kiveszem az óviból, és azt mondom, hogy gyerekek, annyira jó, hogy januártól suli, nem tudok egy ilyet valahogy úgy félni. Majd veszik, hogy eddig 20 voltak, most 21-en vannak. Elsőben még mi volt, hogy maszatolás kis a gyerek. Nem baj, majd ma lesz. Jó, kicsoda. Hogy hívnak? Sebestyén menet. Mit kerülsz? Hogy kerülsz ide? Nem tudom. Ilyen nincs, hogy januárba átdobom gyorsan. Ez nem egy lehetséges verzió? Hogy azt mondom neki, hogy oké, Benni, na, ma új helyre megyünk. És hirtelen már iskolás. Hát miért nincs ilyen? Hát hogy ilyen szeptemberi kezdésed? Ez dögunalmas. Nem? Beviszem kicsit januárba. Hogy tanulja meg. Szóval szereted, jó és működik. Nagyon jó. Tényleg, nagyon jó. Az iskola, kedves, aranyos pedagógus van. Én a délutáni hölgyet ismerem.
Oda én megyek már a pannáért délután, és mondom, hogy tanárnéni, tessék mondani, mit tudunk pótolni, hozhatok mit gyakoroljuk. Egy fél malacot, juhot, bárány, kecskesajtót kilóval. Utalványba más megkapták. Azt az év elején, nehogy baj legyen. Fogadja szeretettel ezt az rekesznyi ízét, fröccsöt, szódát, mangalicát. Jó, jó, igen. Tanárnén? A délutáni? Délutáni? A délutános, ugye a délelőttöst én még nem ismerem, de majd egyszerűen jövök be, és akkor én viszem be a panyeszt, de a délutáni is azt ismerem, hát Zsike néni egy... Nagyon rendel? Na, nagyon rendes, nem, azt mondom. Jó, gondolj csak a házi krémesről, ami otthon van. De nem aztán itt más francia krémesről, meg ludlábról, meg piskóta kockáról, vagy piskóta tekesről álmodozunk. Na jó, szóval, hogy szereti. Jó van. Jövőre mi is. Te fogod szeretni nagyon. Mi is belevágunk ebbe a történetben. Nézem, gyorsan van-e valami friss közlekedés. Azt mondja, hogy ez ebben a pillanatban jött, és talán fontos lehet, hogy az M7-es 133-as kilométerénél nagy erővel kivonultak a rendőrök, mindenkit minden irányban fotóznak. Úgyhogy vigyázzatok. Jó, ez a legfontosabb. A 133-as kavicsnál az M7-esnél. Fél tíz múlt, pontosan 5 perccel. Ha van friss közlekedés, híretek küldjetek, mi pedig mindjárt jövünk a nap legjobb pillanataival. 3-4-10 lesz, pontosan 4 perc alatt mutatjuk, miről is volt szó ma reggel. Zábori Balázsral beszélgettünk, aki csillagász. Jani dob egy százas gyorsan. Az biztos is. És ugye hát a Marson talált vízről faggattuk. Érdekes, a víznyomáról a víznyomáról mondanám még egyszer, hogy szeretlek ezért, hogy te így hiszel ebben. Igen. Aranyos vagy nincs még a víz, csak a nyoma. Csak a nyoma sajnos. Minden esetre Balázs fölhívtuk, hogy mondjál nekünk azért egy szakember is, hogy mi a fenét találtak egészen pontosan a Marson, és miért örül ennyire a NASA. Nekünk is kell leörülni, vagy csak lelkesedjünk a NASA-val együtt, de úgy, hogy nem igazán tudjuk, hogy miért is. Egész pontosan. Valamint beszélgettünk Bódi Margóval, aki az egyik bulvárműsorban érdekes kijelentést tett, ő azt mondta, hogy egyrészt a kultúrájuk és a hagyományaik miatt is bizony egy cigányasszonynak meg kell bocsátani, ha a férje félrelép. Így van, ha belenyal nem szabad megtenni, sütibe. De ha belenyal a sütibe, nagyon helyes volt, ahogy fogalmazott, akkor bizony azt tudni kell megbocsátani, hazavárni, és nem, azt, nem úgy tenni, mintha nem történt volna semmi, de bizony ez az ő életükhöz hozzá tartozik. És arról beszélgettünk, hogy hát ki mit gondol a megcsalásról, mi az, ami megbocsátható, mi az, ami nem. Rengeteg SMS érkezett, hallgatóink mind másképp látták a dolgot, ki egyetértett azzal, hogy meg kell bocsátani, ki azt mondta, hogy az megbocsáthatatlan bűn, ki pedig azt mondta, hogy azért néha-néha be lehet menni egy cukrászdába. Csak otthon ne tudják meg. Ugye hát sokféle vélemény van a megcsalással kapcsolatban. Jó felvetés, ez én azóta azon gondolkodom, hogy jöttem, meg volt ez a beszélgetés, hogy hogy adom be otthon Molinak, hogy én valójában lovári származású vagyok. Ugye? Nehéz lesz. Na, Margóval beszélgettünk, és ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. Ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. 9 perc van pontosan 10 óra át, ő tündéri, nem? Annyira helyes és annyira jó dolgokat mond. Az és igazságot magát. Nagyon-nagyon-nagyon cuki. Igen, Csabi, hello, jó reggelt! Jó reggelt, szavaztok! Csabi, egyszer be van lőve a hajad, be van csukád, dob be 2 számot, maradok. Van süti? Finom a francia krémesen. Egyszer voltam egy főzőműsorban közösen a Margóval. Imádtam, mert ugye ilyenkor utazgatni is kell egyik állomásról a másikra, és mindaz, ami adáson kívül történt, az ugyanez, tehát ő megfejtette mindig a világot, olyan bölcsasszony. Szerintem jó a humora is, nagyon bírtam. Igen, aranyos. Aranyos volt. Mi újság, Csabi? Hát egyébként... fia, feleséged azt mondta, hogy valami sütivel fogad, de mondtam, hogy no! Én megígértem otthon, hogy fogyok, urázom. Ja. Már az én feleségem mondta neked, hogy sütivel fogad? Így fogadod, igen, hogy van egy kürtös kalács. Gyere át, nézd meg. Kürtös kalács. Valamit nem akarom ezt félreérteni, én fogyok urázom. Otthon megígértem. A kürtös kalács eddig a legjobb szinoníma. Arra, amire végig gondoltam. Ez egyébként tényleg nem rossz. Gyertek át, hozz a Laurát, péntek este iszunk valamit, majd csak lesz valami. Ki hozza nem, a sütét? Hát megnézzük. Hát ilyen, de várj, semmi. Én azt hittem, hogy hozzád szombat este kell át. Hát, szombat este dolgozom. Aj, de szép. Szombat este. Péntek este érünk még rá. Jó, de vasárnap lenne. Kis sósmogyorok, kis pisztácia, kirakunk valamit. Hát aztán valahogy csak elindul. Remek zenék lesznek, Csabi, mindjárt megkérdezem ezt is, de előtte felhívjuk a nap hallgatóját. Rákészülök. Addig készülj rá, ha mondja egy Morning Show, jövő az ajándékcsomag. Na.
Morning Show. Jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Hello! Azt nézem, hogy nem írtad alá, hogy hívnak? Szia, Ádám vagyok. Ádám, sokan nem írják alá az SMS-eiket, ezt nem is értem, hogy miért. Hát gyors, hát csak bepötyögöm, aztán megyek is tovább melóba, aztán nincsen rá időm arra se. Igen, Ádám, hol hallgatsz minket? Jászberényben hallgatlak. Jászberényben. Na, hát te lettél a naphallgatója, ezt gratulálunk. Nagyon szépen köszönöm. Azt írtad SMS-ben, nem értem, a trütkót küldi a NASA. Ő hazahozza a mikróbát, ha akar jönni, ha nem akar jönni. Ezzel. Te lettél a naphallgatója, Ádám. Nagyon szépen köszi. Mondtad is, hogy Morning Show, úgyhogy egy szép kis ajándékcsomagot küldünk neked. Nagyon szépen köszönöm. Mivel foglalkozol, mit csinálsz? Éppen kaját szállítok ki. Kaját szállítasz éppen. Jó van. Jó munkát neked, hagyunk dolgozni. Nagyon köszi. Szépen köszönöm, nektek is. Köszönjük. Ciao. Hello. Csabi, kámra, meg zené? Robit hozom nektek, Robbie Williams. Na. Hát mert ugye most itt volt nyáron, és akkor sokat beszéltünk rólad az elmúlt két hónapban szinte semmit, úgyhogy azt gondoltam, hogy kicsit felelevenítjük. Ugye nyáron ő nagyon sokat jótékonykodott, mind a mellett, hogy turnézott, és fellépő ruhákat és kézzel írott dalszövegeket árverezett el egy ilyen londoni aukciós házban, úgyhogy ő volt az, aki a liciteket fogadta. És hát egy ilyen több mint 20 millió forint értékben tudott támogatni gyermekhospiszt, és az egyik dalszövege a Let Me Entertain You, az is közte volt, más dalszövegek mellett, úgyhogy azt gondoltam, hogy akkor ezt a örökbecsű klasszikust, amivel én annak idején megszerettem őt, azt lejátszom nektek. Nem a feleséget szerettette meg veled, csak egyébként mondom. Pont, hogy nem, mert a Let Me Entertain You szerintem is egy nagyon jó dal. Tehát ott van ott azért a Laura nagy fan. Ő is. Igen. De szerintem ez egy jó rock dal, tehát ez szintiszta nagybetűvel R-O-C-K. Még a Janinak is. Rock. Jaj, rock. Jaj. Leestem a vonatról. Jó van. Tényleg nem értettem, hogy ez mi. Jó van, Csabikám, 555-55-00 a telefonszámot Csabinak, kérjetek tőle sok dalt. Így van. Ha szeretnétek, mi pedig jövünk holnap 6-kor. Szevasztok! Sziasztok! Hello! Ciao! Hölgyeim és uraim! Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show.